Aha! Az egy szellem, azt nem én csináltam. Ezt a szellemek csinálták. Hop hop! Ajaj. Ajaj! Ajaj! Jaj ne! Jaj ne! Ó! Nagyon neki mentünk ennek a falnak most. Ezt most lerpésztem, láttátok? www.eneba.com egy új játékokkal foglalkozó piactér és több mint 20 ezer termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Na ne! Ezek nagyon jó árak! Legyen az új, vagy régi. És kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkeznek. Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. 0 es chat support! Bármikor beszélgethetsz velük és segítenek neked? Hé, hey, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Halló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! PGT Dani! Ajaj! Köszi a véleményt! Ó, öh, várjál! Nem is raktam még ki a videót! Még ki raktam a véleményt, bátyja! Köszönöm a vélemény. Egyébként szoktalak nézni, is volt a érzés, hogy valamikor el fog ez jönni, de örülök, hogy egy tök normális kritikát kaptunk. Szóval az első az lenne, hogy nem, mi a valóságban nem ilyenek vagyunk. Ezt a nézőinkkel is közöltük a rendezvényeken és sokszor live-ban is. Ezek úgymond 10-15 perces rövid kisfilmes mesék. Tudom, hogy nem a legminőségibb kontent, ami lehetne ebből kihozni, de sokat fejlődtünk 3 és 4 évvel ezelőtti videókhoz képes szerintem. Szerinted. A zenéket is trendekre építjük, és mivel a flexelő zenéket hallgatja nagyrészt mindenki, ezért kipróbáltuk. De a zenéinkre mi is elég nagyokat szoktunk bulizni. Egyébként a zenéket most lesz két éve, hogy elkezdtük, és az első Minecraft zenét, amit csináltunk kb. 3-4 éve volt, ami szerverről szólt még annó, szóval ezt arra válaszolva, hogy tőled vettük az ötletet. Amúgy nem sértődésből mondtam azt, hogy tőlem vették az ötletet, csak ezt láttam logikusnak. Tehát bárki megcsinálhat egy minecraft zenét, csak azt hittem, hogy tőlem látták esetleg. Abban igazad van, hogy a videókban kapkodom a levegőt, stb. Ezt észre sem vettem, és tény, hogy ilyenrel nem így beszélek, de erre figyelni próbálok. Mi lenne, ha mondjuk normálisan beszélnél a videókban, és nem úgy, mint egy idióta? Lehet, hogy segítene, nem? Most a csapatunk úgy áll össze, hogy van egy vágunk, akit most talált, amivel az előző vágó kiment külföldre dolgozni. Szabi, aki rendezvényeinket szervezi, zenénkben énekel, illetve most vettünk fel egy social media managert, aki majd normálisabb posztokat fog kirakni, remélhetőleg. Remélhetőleg majd ő jobbakat fog kirakni. Storykért és a videókért meg én felelek, tényleg próbálunk minél többet visszakölteni ebbe az egészbe és fejlődni, ahol csak lehet. Ez csak arra írtam, hogy sokan mondják, hogy pénzéhes vagyok. Nyilván pénzből élek, de nem költök magamra nagy rész semmit. Van egy havi minimál fizum, a többit pedig visszaforgatom, ahogy csak lehet. Na, bro, ez a világ legnagyobb kepje. Ez a világ legnagyobb kepje. Nézzük már, hogy mennyien nézik meg ezeket a videókat. Hogy lehet ekkorát hazudni? Most ne haragudj, de tényleg. 9 napja, 10 napja, 13 napja, egy hónapban felraksz mondjuk 9, 10, 12, 13 videót. Én, nekem hasonló megtekintésém szoktak lenni, neked még több is van néha. Ez azt jelenti, hogy körülbelül annyit kereshetsz, mint én, és én pedig nagyon jól tudom, hogy nem. Nem minimálbéres fizut keresnek a youtuberek. Még én sem. Nem vagy egy olyan ember, akinek sokkal, sokkal több nézője van meg. Hát azért 10, 10 perc, 20 perces videókat tölt fel. Sok kisgyerek meg is nézi. A kisgyerekek kevésbé használnak adblockert is, mert nem tudják, hogy hogy kell. Tehát szerintem, ha most tippelnem kéne, én nem akarok senkinek a zsebébe nyúlkálni, de minimum 600 ezeret keres egy hónapban csak a youtube ból és erre még rájönnek a szponzorok, rájönnek azok a, a ugye, amiket lehet vásárolni, a sok pgt dan is mörcs, amit megvesznek a gyerekek. A rendezvények, én a rendezvények azok általában nullára szoktak kijönni, Ö, meg nem tudom hány csatornája van, hát neki is van, Dani Games, Dani Kalandok, Dani Minecraft, Bro, Black és Dani Kalandjai, kis kalandjai, ez mind a te csatornád, és mindegyiken van az élet, hát még ez még lehet, hogy, hát, ez is van 80 ezer feliratkozó, szóval biztos, hogy ez is monetized, ezen is van 100k, ez is tud hogy monetized, tehát, hello, uh, mindenkinek. E, hello mindenkinek, olyan sokat keres, hogy annyi pénzt nem tud visszarakni, visszaforgatja, mibe forgatja vissza, várjál. Ebbe forgatja vissza. Sziasztok, srácok, ebben a mai videóban én most BGT Dani vagyok, és most el fogom nektek mondani, hogy hogyan lehet berakni egy modot a Minecraftba. Próbáljuk ki ezt a modot. Vajon? Vajon ez a mód milyen lesz? Nézzük meg, mik vannak ebben a módban. Van benne sajt. Lehet sajtot enni ebben a módban. Úristen srácok, vajon mennyire lesz finom ez a sajt? Meg fogom enni ezt a sajtot most. Rá fogom tenni. Rá fogom tenni arra pizzára a sajtot. És fel fogom menni a láva lépcső. Srácok, a vízbe vagy a lávába ugorjak. melyik a biztonságosabb? A víz vagy a láva? Erre költötte. Tehát mikrofonra nem. Mikrofonra nem költötte, ezt szerettem volna mondani. Nem tudom, hogy lehet, hogy a Minecraftos animációra költötte azt az 1 millió forintot, amit itt elfelejtett leírni, de mindegy. Ö, remélem többen átlátják azt, hogy igen, szemét szarok vagyunk, hogy gyerekekből élünk, de nem káromkodunk a videókba, próbálunk fejlődni, kipróbáljuk magunkat 4-5 másik dologban is, és nem ragadunk le annál, hogy folyton ismétlődő videókat csináljunk, hogy összeszedjünk minél több pénzt, és aztán szarjunk az egészre. 16 éves koromtól kezdve napi 8-10 órákat szánok erre az egészre, és próbálunk nem visszajönni ezzel a bizalommal, amit a nézőktől és a szülőktől kapunk. Ezt a kommentet nem csak neked, hanem tényleg mindenkinek szántam, aki elolvassa. Remélem, talán csak pár ember, ha nem úgy fog ránk tekinteni, hogy pénzies nyomorékok vagyunk, akkor már megérte. Ők azt mondják, hogy nem farmolják ezeket a dolgokat. Csak ránézek az index képekre, és ugyanaz az összes videó. Minecraft, de élő halott vagyok. Konkrétan meghaltam, de visszajöttem a halálból, hogy bosszút a videós társaimon, akik megöltek engem különleges képességeim vannak, szóval ezeknek hát igen nagy hasznát fogom majd venni. Viszont egyszerűen nagyon fontos, hogy még mielőtt belekezdeni, nyomjatok egy lájkot, és ezzel a jön a következő Illetve írjatok le kommentbe, hogy hogy van az angolul, hogy nap. Nagyon kíváncsi, hogy hányan tudjátok. Ugyanis hát elég napos idő van, és tetszik, szóval, ja, írjatok már azt, hogy nap. Na hát igen, ahogy mondod, nem használják ki a nézők bizalmát. Konkrétan csak mondasz valamit, és megcsinálják. Ez egyáltalán nem kihasználás nap, egyenlő szán, 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 és hogyha ezt a sok kisgyerek beírja, akkor az algoritmus az még több kisgyereknek be fogja dobni a videót, mert megkérted őket, hogy írjanak egy szót a kommentbe, hát erre azt mondod, hogy nem élsz vissza a bizalmukkal. Úr, Isten! Elgurult a gyógyszer, elgurult a gyógyszer. Hello mindenkinek, sziasztok srácok, sőt, terüvők, sütünk egy újabb videóba, sziasztok! És ez a videó most nagyon különleges lesz, ugyanis egy építő kihívásunk lesz, ismételtem. Srácok, a következő rendezvény nem máshol lesz, mint Miskolcon és Szegeden. Hogyha el jönni meghallgatni a vadonatúj zenéket, vagy esetleg a nagyon menő új filmünket megnézni, vagy akartok pédés termékeket venni és velünk találkozni, akkor mindenképpen jöhetek el, ott leszek én, kis Szabi. Szóval srácok, siessetek, még van egy vagy pedig... Hú, gondolom nem így beszél. Tehát az vicces lenne, hogy fölmenne a színpadra, és orribálna a mikrofonba vágja, és most szülők... <laughs> szülők, azok mit gondolnak? Azok az állítások, amiket te itt leírtál, ezek mind szép és jók, csak itt azt írod, hogy nem használod ki az embereket, meg tényleg, hogy a bizalmukkal nem szeretnél visszajönni, stb. Mégis, ez történik, tehát itt is mindjárt mondja, hogy írjátok le a kommentbe, mi a kedvenc színetek, vagy valami, és a gyerekek írják a random kommenteket. Most az, amit a Zsédaf csinált, az mennyivel sokkal jobb volt, mint ez. Bármikor visszamennék oda. Tényleg, ott a minőség az nem volt olyan jó, nyilván, de azt, 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 azt éreztem, hogy ez egy autentikus tartalom volt, és ott tényleg még gyerekek, vagy tinédzserek próbálkoznak ezekkel a dolgokkal, és, és Minecraft kisfilmeket csináltak. Azok meg voltak írva, meg volt csinálva az egész. Ez, ez hogy van megcsinálva? Itt kitaláljátok ezt a szart, építetek egy ilyen bedrock cuccot, és, és csak a fasságok történnek. Tehát ezt nem, nem, én nem értem, hogy hogy nézik meg a gyerekek. Tényleg, ez, ez ló. Az... erre most mit írjak? Tehát, ez, olyan túl kedves vagyok. Nincs hogy semmi okom arra, hogy ne legyek kedves, vagy hogy gonosz legyek vele. Miért nem akar gonosz lenni vele? Nem csinált ő dolgot, ami olyan izé lenne, hogy most úristen ő, nagyon Betűleves töröljem ki. Tesó, ez betűleves, ez betűleves. Hol, hol, mi, mikor, mennyit fejlődtek a videók? A vágás fejlődött, meg tanácsokat mondjak neki. Miért eladjak tanácsokat? az törölje az egész csatornát, és kezdjen el valami normális tartalmat gyártani. Ez az egy nagyon jó tanácsom van neki. De nem értem, hogy a lyukból hogy érkeztem onnan fent. What? Megfordult a világ felé. Tessék, ez a három éves videó, ugyanolyan, mint amit most néztünk az előbb, amit két napja töltött fel. Ugyanaz. Csak e, itt még nincsen kikapcsolva a Sony vegas a és homályos, ha megállítod. Ennyi a különbség. Figyelem, hogy ezt? egy perc, az... ja, ja, Sőt, egy... sőt, itt, itt nem ordibált. Itt nem ordibált. Tehát ez még lehet, hogy jobb is. Azok akik pedig leírják, ebben a hónapban ki fogunk sorsan egy szerencsés nyertest, aki fog tudunk nyerni egy vadonatúj Péter és pólót. A legújabb. Ja, hogy persze, még hogyha leírjátok a kommentbe, akkor még nyerhetsz pólót és Hát akkor muszáj leírnom nekem is. Azt a kurva. Konkrétan saját webshopja van. Nem izé videós bolt, meg ilyenek. Rendesen, saját webshop. És azt is futtatni kell, meg minden. Nem minimál vannak e mögött. De oké, okay, én mondom, nem akarok senkinek a zsebébe turkálni, csak ö, ő hozta fel a témát. Alapvetően. Most indulom ugye a Premiere. Hamarabb kezdtem a streamet, mint a Premiere-t, ilyen se volt még. Megnézzük a Premier streambe, mit szóltok hozzá. Legalább tudom spamelni, hogy jöjjenek át Twitchre. Nem tudom hogy mennyi mennyiségű pénzt kell ahhoz visszaforgatni, hogy minimálbér maradjon neki havonta. Tehát azért ezt nem hiszem el meg még hogyha ezeket a plüssöket is ő gyártja le a saját pénzéből, akkor is profitál rajta, bazd meg, mert ezt nem annyira adják, mint amennyit gyártják. Videósként nem az algoritmus mechanikájának a kiismerése és annak kedvezése a marketing cél. A bevételt nézve pedig nem tudom, mennyibe kerül egy webshopot fenntartani, nem kettő és nem is három forint. Nem tesó. Legalább 5000 forint a domaint megvenni, meg a tárhelyet is. Szóval maximum 10.000 forint egy évre. Köszi a választ. Egyébként rengeteg dolog van, amiben még bele lehet kötni a videóinkban, és azt én is tudom, hogy nem vagyunk teljesen álszentek. Még miatt belekezdünk a videóba, írjátok le a kommentbe, hogy hogy van a nap angolul. Igen, ezzel felkapottabb lesz a videó, és az algoritmus többet fogja ajánlani, ami nekünk nyilván jó. Köszönöm szépen a szabot, William. De nem hiszem, hogy ezzel bármi kárt okoznék nekik. Jöhetnek azzal, hogy angolra tanítom őket, de tény, hogy ezzel semmit nem tesznek kb. hozzá. XD. Ezzel, ezzel nem reflektáltál arra, hogy a bizalmukkal nem élsz vissza? Mert szerintem ugyanúgy visszaélsz a bizalmukkal, mivel a gyerekek bármit megcsinálnak. Most, hogyha én mondanám egy videómban azt, hogy írjátok le, hogy mit tudom hogy mi a kedvenc színetek, csak azért, hogy még több embernek bedobja, akkor ezt az én embereim, az én nézőim azt azért csinálnák meg, mert tudnák, hogy irónia, és tudják, hogy az algoritmusnak segít. Én ezt nem úgy is meg tudom mondani a kommentelőimnek, meg a nézőimnek, hogy srácok, őszintén megmondom. Egy algoritmus segítő komment lehet, hogy jó lenne. És ugyanúgy le fogják írni. Nem kell ilyen fasságokat mondani nekik, hogy írják le a kedvenc színüket kommentbe, mert, mert akkor kisorsolok nekik ö, három pódót, vagy nem tudom. A hangon legalább egy millió folytat keresed, de ezzel keveset mondtam. Igen, és erre próbáltam választani, hogy a nagy részét visszafektettem ebbe az egészbe. Három alkalmazottunk, vágó, rendezvény szervező és social médiás. Hadd ne mondjam, hogy csak az ő fizetésük adókkal legalább egy millió, és még nem beszélünk a többi kiadással, könyvelő, stb. Hát, hogyha ennek a három embernek a fizetése egy millió, akkor nagyon rossz embereket vettél föl, vagy nagyon nem vágod ezt, mert szerintem kurvára nem egy milliónak kéne ennek lennie. Tehát, uh, meg ezeket a videókat megvágni, amúgy. nagyon mindegy. Nem nehéz, maradjunk ennyiben. Szerintem átlettél lettél baszva amúgy, hogyha te egy milliót költesz erre. Nem azt mondom, hogy csóró vagyok, stb. csak szintán a pénz 95%-át nem magamra költöm, és nem magamat gazdagítom, hanem arra, hogy fejlődjünk. De a három éves videódat most néztem meg, és még lehet, hogy jobb is, mert abban legalább nem kiabálsz. A vágó alsó hangon 300 k keres nettó, ez bruttó 450-500 ezer. Miért? Mennyi videót kell megvágnia, hogy ilyen sokat adsz neki? szerintem egy youtuber sem fizet ilyen sokat a vágójának Magyarországon. Valaki szerintem az én csetemről fel megcsinálna kétszer ennyi videót. Havonta 45 videó nagy csatornára és 30-45 shorts videó. Havonta 45 videó. 40? Mi? Van olyan nap, hogy kettő videót is kiraksz? Ne, ne javítsátok már ki a helyesírási hibáit, bazd meg, a idióta, agyhalott, halott, Jézusom, úristen, be, így kell belekötni az emberbe. Ha nincs egy érved valaki ellen, akkor kös bele a helyesírásába, kussolj már, geci. Bocsánat. Ez így, hogy van hazugság, annyit látunk a videóidban, hogy kiabáltok és hülyeségeket csináltok. Sok videóra igaz, de néhány csatornába történeteket szoktunk belerakni. Nem mondom, hogy okosítom a gyerekeket, de kétlem, hogy a filmes mesék jobb hatással lennének rájuk. A videók felépítése amúgy az, hogy vagyok, én nekem, van egy kutyám, a KISZ, és egy butább öcsém, a SZABI, és a videó amit néztél, például egy pályát vittünk ki, amit egymásnak építettünk. Tényleg nem gondolom, hogy kicseset jók vagyunk, mint például a zenébe, csak nem gondolom, hogy azt érdemeljük, hogy az egyik leggyűlöltebb embernek tartsanak minket itthon. Hát én nem, nem gyűlöllek, meg nem is tartalak az egyik leggyűlöltebb embernek amúgy. Én nem mondom, hogy azért a leggyűlöltebb ember vagy, meg tényleg te nem baszol gyerekeket, meg nem káromkodsz a videókban, meg nem tanítod őket a fasságokra, csak az a baj, hogy amikor ezeket a kiabálós videókat csináljuk, mindegyiket lényegében, ez, ez, infantilis tartalom. Ez, ez, sokkal inkább káros a gyereknek a fejlődésére szerintem, mint az, hogy megnéz egy, egy minimaxot, vagy a faszom tudja. Mindjárt jövök egy pillanat. Jött egy futár szerintem. Tessék, addig hallgathatok zenét. Futottam, geci. Úristen. Ó, nézzük, ki ez a funny guy. Ú, de funny. Ú, várj, lihegek, meg. Nagyon vagyok. Ott tartottam, hogy szerintem ez infantilis tartalom, és ezeket meg lehetne csinálni jól is. <laughs> ez itt a probléma, hogy nem jó. Mert én értem azt, hogy a gyerekeknek tartalmat kell csinálni, ez egy szép és jó dolog. Csináljanak a gyerekeknek is tartalmakat, mert a gyerekeknek nem azt kell nézni, hogy a, ez meg az, az ember, hogy káromkodnak, meg ilyenek. A rossz tartalom a gyerekeknek elég tágas fogalom, tényleg. Tehát az én tartalom sem a gyerekeknek való, ez így van. És engem is néznek gyerekek. De téged csak gyerekek néznek. Meg ha igaz az, amit mondtál, hogy te minimálbér keresel ezzel, és hogy mennyi pénzt fektetsz vele vissza, akkor, akkor ez egy rossz marketing. Sokkal többet veszik tesz vele, mint amennyit nyerhetnél. De ne legyetek toxikok vele vágod, én nem utálom ezt az embert. Ti, se kell utálni ezt az embert. Én csak nem értem. Nem értem, hogy most az, amit mondasz, vagy hazugság, vagy, vagy tényleg nagyon nem, nem vágjuk ezeket a dolgokat annyira. De hát a termékekből is jön vissza, az ad revenue is rohadt sok pénz jön vissza, a rendezvényekből valószínűleg nem jön vissza olyan sok pénz. Dumáljunk Discordon vagy bárhol? Gyere, dumáljunk, ha most ráérsz. Engem tényleg érdekel, tényleg érdekel. Csak nem néztem még meg olyan sok videóját, de az a baj nem is tudnám szerintem. Akkor nem is a PG-t Dani énekli ezt a én azt hittem, hogy ő énekli. De akkor ezt a Xabi énekli szerintem. Hello. Na jó, jó embert húztam be? Aha, Na, szia. Na csá, mi a helyzet? Hú, hát nem is tudom, hogy hol kezdjük. Nagyon Az sok én, sem, én sem. Uh, talán így erről a vágós dologról, tehát én kurva sok embert kerestem vágni. 15 vagy 16 emberre rájöttem. Egyébként Fiverr-en meg ilyen, ilyen oldalakon szoktam nézni. Most Upwork-ön találtam meg ugye a legjobb vágómat. És egyébként mindenhol az emberek ilyen 20-30 dollárt kérnek alsó hangon per videóért, hogy megvágják. Ugye a mi videóink azért inkább ilyen hype voltak, mert nyilván trendbe is, kell, trendbe is kell maradni, ezért nem egy olyan vágót kerestem, aki csak szimplán kivágja a bakikat, és ennyi, hanem nyilván feliratozni kell. Tehát egy videóval legalább egy két-három óra munkája szokott lenni. És, és ja, tehát ugye a vágóért ezért kell ilyen sokat, úgymond fizetni. De egyébként most, most volt egy vágóm, akinek már ott tartottunk egy több mint 300-at akar tőlem kérni, és ő most kiment külföldre, és több mint havonta elvileg több mint egy milliót keres. Szóval ezért is rohadt nehéz vágót találni, mert kimennek külföldre a magyarok, és ott ugye nyilván a 3 4 tudják nekik adni. De ő is oly, ott kinn is youtubernek vág? Úgy uh, van, hogy youtube youtubernek vág. Uh, mind a kettő egyébként ugye nyilván gambling oldalak, szponzorálják, stb. Hát igen, az az én... ott azért van pénz. Most nekik ez ugye zseppénz kell, vagy ilyen apró pénz, tehát én azt hiszem, hogy neked is apró pénz amúgy, mert tényleg mondom, az ennyi csatornával a YouTube revenue, tehát az, hogy leírtad, hogy minimálbér, ott azért elnevettem magam. Tehát, uh... um, Volt egy időszak, amikor 16-17 évesen kezdtem, nyilván elkezdtek jönni a pénzek, még amúgy azt hozzáteszem, hogy négy évvel ezelőtt a YouTube-ból kb. fel ennyit nem lehetett keresni. Így, ez így van. ezt, mentem, ezt te is tudod. Tehát akkoriban, mit tudom én, 16-17 évesen kaptam mondjuk 3-400 ezer forintot, és azt a kurva mindenem megvan, és akkor mentem... Hé, ha... hello! Bocs, 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 bocs. <laughs> Jó, tudom. Elsőnek nekem az volt, hogy én egyből vettem magamnak egy gépet, mert nekem soha nem volt úgy saját számítógépem. Mindig ugye, hát ugye igazából a szüleimét kaptam ugye kölcsön. Meg volt az, hogy akkor az első a saját számítógépet megvettem mindegy, elkezdtem olyanokat tenni, hogy legújabb telefon, legújabb Apple vagy faszom tudja, és kb. olyan 19 évesen, most egyébként most lettem 22. szeptember 19 olyan 19 évesen volt az, hogy visszafogtam magamat, és hülyeségnek tartom azt, hogy az ember minden pénzét elbassza. Mert én ezt csináltam ott nagyon sok ideig, mert nem tudom, most 16 évesen valaki pénzhez jut. Igen, az ilyen, az nehéz kezelni. Igen, és a minimál bér az azért van, hogy ne költsem el. Volt egy olyan időszakom, hogy szerencséjáték függő voltam, stb. és arról ne is beszéljünk, az még rosszabb dolog. De erről már szerencsére már egy pár éve lejöttem. Nice. Itt gondoltam azt, hogy igen, nem fogok sok pénzt keresni, félreteszem, és visszafektetem olyan dolgba, hogy sokkal nagyobbra nőjön ugye az egész így hosszú távon. És most tudom, hogy lehet azzal jönni, hogy nem érdemeljük ki, meg hogy nyilván a kontentben lehetne sokkal többet fejlődni, ezzel egy másik dologgal foglalkozunk, tehát most lesz az, hogy uh, lesznek üdítőink. olyan, <laughs> uh, meg voltam egy rendezvény szervező cégnél, tőlük kiléptem, és, és uh, most kezdődik az, ugye, hogy ez a saját rendezvény, ez egy, hát ez egy éve indult el. Ugye ezekbe fektetünk rá ugye az alkalmazottak, tehát hogy így egy olyan nagyobb dolgot próbálunk így hosszú távon képíteni, és ebbe próbálom belerakni a pénzemet, nem, nem elcseszni, a, a, ahogy csak lehet. Tehát így, ez, ezek így nagyjából ugye a terveink, meg tényleg én is próbálok mindenben fejlődni. És nem lenne egyszerűbb egy... Miért nem uh, olyan rendezvényre mentek, mint mondjuk a Mind Show, nem, az már valószínűleg nincsen, de csak így együttműködni uh. másokkal, mert a saját pénzből megcsinálni ezek a rendezvények, akkor ezek mind mínuszosok, hogyha jól értem. Ö, nem, nem, nem minuszosok. Tehát én nem ezt mondom, csak én azt mondom, hogy nem veszek belőle ki pénzt. Tehát én magamra nem költök pillanatnyilag. Csak is úgymond így a munkába fektetem vissza. Tehát most például vettem egy full új setupot, mert lassan már 4-5 éves volt így a gép meg minden, és már úgy kezdett, kezdett, hát nem azt mondom, hogy behalni, de hogy így már úgy nem annyira jó. Hát modolt Minecrafthoz amúgy is kell. Igen, igen, <hül> igen. Szóval vettem most egy gépet, vettem egy um, új mikrofont is. Úgy ezt úgy akartam be... kérdezni amúgy. <hül> Még nagyon szar a mikrofon? Hát szerintem, a ma... szerintem most a webkamerád mikrofonja van amúgy Discordon, Én ja. nem, nem tudom, mert elég, elég furcsa a hang. Figyelj. Kettő gépen van, és én most a garázsból a videózok, mert a szomszéd beszélt, hogy kúru hangos vagyok. Hát akkor nem, nem, figyelj, most azon még nem gondolkodtál el, hogy nem kiabálsz a videókba, vagy nem azt, hogy, nem ne, most egyik pillanatra, a másikra, ezt tudom, hogy egy nagyon-nagyon drasztikus változás lenne a gyermekeknek. Mi lenne, hogyha mondjuk minden videóban 5%-kal lejjebb vinnéd a hangerődet, és mondjuk akkor a, nem lenne az, hogy két év múlva mondjuk esetleg hangszáműtétre kell menned, mert ezek, 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 ezek a videók, ezek uh, nagyon hangosak, és ez neked se tesz jót, szerintem meg amúgy a gyerekeknek se tesz jót, mert amúgy hajlamosak eltanulni ezeket, és akkor egymással is így fognak játszani, hogy ők kiabálnak, meg elképzelik, hogy youtuberek, meg minden, nem tudom, hogy ez milyen hosszú ideig mehet meg, hogy a mentális egészségükre ez lehet -e rossz, vagy nem, tehát én tényleg ebben nem vagyok benne, meg az tök jó, hogyha a gyerekeknek is van tartalom, meg az is tök jó, hogyha nem kárapkodnak benne, meg olyan tartalom, hogy fogyaszthatnak a gyerekek. De én nem érzem azt, hogy ebben olyan sok edukatív jellegű dolog lenne, vagy bármi, ami hasznos is lenne a gyerekeknek. Tehát ezt én, én nekem, meg így nekünk, így, szerintem elég sok embernek aki így velem egy véleményen van, vagy így ezen gondolkodik, az annyit lát ebből, hogy kisgyerekekről le van húzva még egy bőr, ennyi. Tehát nekem ennyi tűnt fel az egészben. Uh -huh. Igen, ezt én sem gondolom azt, hogy hatalmas tanító jelleggel vagyunk, én maximum annyit tudok mondani, hogy szerintem jobb, hogy minket néznek, mint hogyha más olyan youtubereket, akik akik mondjuk nem ennek a célközönségnek járják a tartalmat, tehát én nem mondom azt, hogy sokkal okosabbak lesznek, próbálunk néha valami oktató jelleget belevinni mondjuk az ilyen szoros videókba, vagy ilyen tanulságot, de nyilván most nem úgy állunk hozzá, hogy, hogy itt vannak a gyerekek, és akkor tanítsuk őket nagyon jó dolgokra, hanem inkább egy ilyen ink ink inkább próbáljuk csak szimplán lekötni őket, mert nyilván most, hogyha így nézzük, igen, szeretnénk ebből az egészből pénzt keresni, nyilván azért, hogy minél nagyobbá tudjunk nőni, tehát én nekem most nem az, mivel ugye mondtam, hogy én ezt, ezen így átmentem ezen a korszakomon, nekem nem az van a szemem előtt, hogy hú, mennyi pénzem lesz, hanem az, hogy minél jobb, hát minél sikeresebbé tudjuk ezt egészet tenni. Nekem például mindig is vágyom volt az, hogy legyenek alkalmazottaim, volt Minecraft szerverem, ott is ugye emberekkel foglalkoztam, őket ugye menedzseltem, ott is így ez volt úgymond az ilyen dolgom, és nekem, nekem ez álmom volt, hogy valami nagyot fel tudjunk építeni. Most, hogy pont ebből jött össze, ez, ja, ez szorú, de hogyha te is így látod, hogy, hogy ez szomorú, akkor ez hosszú távon. Tehát most, ha már mondjuk 25 leszel, vagy 26 éves, akkor is látod magad előtt a gép előtt, hogy kiabálsz ezekben a gyerekeknek a videók előtt? Vagy videókban? Mm, nem, nem vagyok benne biztos. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Mert ezt, ezt, ezt lehet hosszú ideig csinálni. Tehát tényleg lehet hosszú ideig csinálni, csak én magamban indulok ki nyilván, és én ezt nem tudom csinálni. Tehát én próbálkoztam, mondtam is a videóba. Nekem, nekem is volt ilyen csatorna, nem tudom, hogy nézted egy videót vagy bármi, ott, ott is próbáltunk ilyen történeteket csinálni, Minecraftban csináltunk is egy párat, még az XP is segített benne, meg benne is volt az egyik videóban, hogy egy kicsit megindítsuk a csatornán, mert az tényleg egy olyan projekt volt, ez egy side projekt volt, és úgy voltam vele, hogy ezt amúgy nagyon könnyű megcsinálni, és egy gyerekeknek tudnék én is tartalmakat gyártani, csak így for fun. Ez így el is maradt, nem is baj, nem, nem tudtam csinálni. Tehát én, én, egyszerűen nem az az ember vagyok, aki így leül a gép elé, és megjátsza magát teljesen, és egy teljesen másik emberre tud változni, hogy most a gyerekek ezt élvezzék. Én nekem ez nem megy. De hogyha menne, akkor se úgy csinálnám, hogy kiabálnék folyamatosan. Mert, mert, szerintem az attól, hogy valami hangos, az nem feltétlenül fogja megfogni a gyerekeket. Ö, a kiabálásra amúgy valamilyen szinten egyetértek. Ö, nek, rám, nem, rám már így rám ragadt ez a szerep, hogy állandóan ordiváltam, és tudom, hogy lehetne ezen változtatni de külföldön is egyszerűen azt látom, hogy egyébként rohadt trendi az, hogy a videósok úgy mennek be, hogy na sziasztok! És akkor így mindent így mondják pörgősen, az elején igen, az elején muszáj pörgősnek lennie, mert az algoritmusnak is, meg, meg tényleg, hogyha elkapcsolják a videót, akkor az, az negatív lesz a videónak, de a videó közben már igazából teljesen mindegy, hogy mennyire pörgős. Tehát az első egy perc, az introig addig oké, okay, hogy elmondod, meg kiabálsz, meg minden, de utána szerintem felesleges végig, végig így kiabálni, és hallom, hogy kapkodod a levegőt, tehát ez nem hiszem, hogy egy ilyen nagyon jó érzés. Vagy, vagy nem tudom, lehet tényleg te, lehet, hogy észre se veszed, de nem tudom, én, én nekem például zavaró volt tényleg, ha hallgatom, nekem a zenékben is, a zenékben mondjuk saját, saját zenékre gondolok, tehát mindig kivágom ott is, hogyha a levegőt veszek. Igen, amúgy tényleg nem nagyon veszem észre, mert most, hogyha azt nézzük, hogy valamit mondjuk az ember 5-6 éven keresztül csinál, úgyhogy minden nap, nyáron például napi ilyen 6-7 órákba dolgoztunk, úgyhogy csak videófelvétel, most, most úgy csináljuk, hogy 6-tól 9-ig, tehát napi 3 órát így a videó Egyszerűen már itt tényleg nem tűnt felem, hogy így hosszú távon, hogy, hogy, hogy ez, ez így ennyire zavaró, meg hogy ennyire tényleg így állandóan... Ja, Amúgy azt feltűnt, hogy ordibálok, csak az, hogy így állandóan kapkodom a levegőt, például ez nem. De, <höhem> Régen például nekünk vágatlan videóink voltak, és úgy basztuk fel őket, hogy nem volt vágunk. És talán erre tudok gondolni, hogy ez miatt maradt meg ez benne ennyire, hogy állandóan pörgetnem kell, mert ugye, hogy, amivel nem volt benne vágás, nem tudtam mi szórakoztatóvá tenni nagy részt, mert nagyon sok ugye, unalmas rész volt benne. És talán ez volt az, hogy állandóan így, csak tényleg pofáztam, nu Szóval talán nem, hogy ez miatt lehet az, hogy ez így bennem maradt, mert most már van egy jobb vágónk, most már úgy neki lenne úgy, a dolga nagy része, hogy mond feldobni a videókat még jobban, hogy... Szerintem uh, sok... nem, amúgy. Szerintem nem. ez nem a vágó dolga. Szerintem ez a te dolgod, mert ezek a te videóid. Neked kell kitalálni azt, hogy hogyan lehet szórakoztatóbb. A vágó az annyival tudja megcsinálni szórakoztatóbbra, hogy rak rá feliratokat, meg effekteket, meg ilyenek, de alap, alapból a videó az, az a te tartalmad. Nyilván, de a videóban vannak mély pontok, amikor mondjuk van, és mondjuk azt, hogy még van egy ilyen kezdődés, vagy bekezdés, ugye, amikor mit tudom, hogy elkezdjük, ugye bemutatjuk, hogy mi lesz a videóban, stb. beköszönünk, és utána mondjuk van mondjuk a történés, és mondjuk a befejezés, de azért ezek között vannak ilyen unalmasabb részek, amikor a gyerek simán arra gondolhat, hogy mit tudom én, mondjuk két percig csak az történik, hogy valaki ott beszélget a másikkal, mondjuk full lényegtelen, lényegtelen dolgokról, vagy, vagy mondjuk a sztorit éppen felépítjük azzal, hogy hogy mondjuk el kell menni kocsival az egyik pontról a másik pontra. Ezeket a pontokat én azzal próbáltam így pörgősebbé tenni, hogy állandóan pofázok valamiről. És hogyha nem pofázok állandóan valamiről, akkor viszont csak a vágó tudja ezeket a részeket úgymond így vagy rövidebbé tenni, hogy érted, egy kicsit így gyorsabbá, vagy nem tudom, tehát kurva nehéz amúgy tényleg ezt nekünk is kitalálni, hogy mi az, amivel jobban ott tudjuk tartani az embereket, és, és ja, nem az van, hogy megunják és elkattintanak. Az a baj, nem szoktam nézni a videókat, mennyi, uh, mennyi scriptelés megy bele egy ilyen videóba? Uh, uh, régen az egész videók scriptre épültek és megírtuk előtte, most már csak egy minimális script van, hogy mondjuk... Álja, meg is próbálok egy, -egy gyorsan keresni. nem? Uh, igen, tehát hogy ez ilyen... Ebben a videóban mondjuk így, nem tudom, oda, odaírom a videónak a címét és akkor így aláírom, hogy... Uh, Dani fel kell a lakásában elmegy beszélgetni kissel erről, aztán pedig elmennek a boltba, ott vesznek egy ilyen faszom tudja mit, és akkor azt ott nem tudom, dobálják egymást. Tehát, hogy ilyen, ilyen csak ilyen minimális, tehát és az ilyen videó közti beszélgetéseket, ezeket meg nyilván mi rakjuk ki. Hát akkor, akkor ezt jól éreztem amúgy, amit mondtam, hogy ez, ennek azért van benne nagyon sok impro. Számomra ez valamilyen szinten elrontja, mert hogyha olyan emberek vannak benne, akik mondjuk nem tanulták a színészkedést, és valószínűleg egyikötök se tanulta, igen. akkor, akkor ezt ezzel lehet érezni, hogy ez nem egy ilyen magas színvonalú tartalom. Viszont, hogyha megvan írva a script, és gyakoroljátok, nem, nem feltétlenül kell az egészet megírni, de azért, hogyha tényleg én így nem... nagyon, ez gyakorolni kell, és azért nekem -nek van ebbe gyakorlatotok, de mégsem érzem azt, hogy olyan nagy fejlődés lett volna, és ez nem tudom, hogy miért van, de csak az a baj, tényleg tőled nagyon kevés videót néztem meg, Viszont uh, ugyanoda tudlak rakni, mint az XP-t. Tehát az XP-nek már több Mi? videóját is megnéztem, és én, én szinte ugyanazt látom. Nem tudom, hogy ez mennyire valid, vagy nem, mert mondom, nem nézem a videóid. Mm, én maximum annyit tudnék pluszba rakni, hogy... Szerintem egy kicsikét jobban fejlődtünk, most már xp sem úgy közelebb van így a mi szintünkhöz. Hát, na nem akarom magamat amúgy így nagyon nagyra mondani, mondom, hogy sokkal jobb vagyok, mint az XP. <gül> <gül> most ez, ez tényleg, most nem akarom azt mondani, hogy kurva jók vagyunk, nyilván nyilván nem a legfaszább kontentet csináljuk. De figyelj, én, én szerintem, hogyha több ilyen edukatív dolog lenne benne, és kevesebb kiabálás, akkor ez egy teljesen elfogadható tartalom lenne amúgy. Én, én azt mondom, Ennyi, ennyit tudok így mondani, hogy semmi durvát nem mondok. Hát akkor kevesebbet kiabáljak, és kicsit jobban tanítsam a gyerekeket jó dolgokra? Hát jó, ja, hogy legyen valami éle a videónak, ne pedig csak baromkodást tegyen benne, hogy ne azt érezze a gyerek, hogy most ő megint megnézett egy ilyen brandom Minecraftos kiabálós tartalmat, mert, mert ez, 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 számomra semmivel nem több, mint hogyha mondjuk 20 percen keresztül TikTokozott volna, sőt, abból még lehet, hogy többet is tanult volna, pedig amúgy az sem egy jó dolog. A TikTok az alapvetően rohadtul káros, inkább a te videóidat nézik, mint hogy TikTokozzanak, mert a, a figyelmük az nagyon durván romlani fog a tiktok főleg egy gyereknek. Én, én ezeket a short tartalmakat, ezeket nagyon durván elítélem, és tényleg csak azért, csak azért mert a gyerekek ezt nézik és nagyon káros nekik. És ez nem csak a gyerekeknek káros, hanem egy, egy felnőtt ember is bele tud menni abba, hogy TikTok függő lesz, és úgy... Én is eléggé el, amikor látok egy három éves gyereket, és pörgeti a TikTokot, és ott van mellette az anyja, és így, így érted, vegy, nem tudom, tényleg vegyem ákja a kezéből, vagy csak nem tudom, vagy csak látná, hogy miket néz, mert... Azt, hogy egy három-négy éves gyerek amúgy, nem tudom, seggeket meg csöcsöket néz, miközben az anyja ott van mellé, nem tudom. Tehát hogy ez szerintem is kurvára káros. Az a gond, hogy pár ember nem fogja ezt tudni szerintem megváltani, és erre felé fejlődik a világ. Most én, mint tartalomgyártó, meg hát most mondhatjuk akkor azt, hogy influencer, egyszerűen kénytelen vagyok a trendeket nagyon sokszor követni. Mert hogyha most én vagyok az egyet, jó, tudom, te is egy olyan ember vagy, aki most így felálltál így a sok emberrel szembe, és akkor na ez a videó egy szar. És ezért nyilván, utána. Jó, 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 oké, okay, nem így, de elmondod a véleményedet róla, normálisan kifejted, de hogy én, mint influencer, nem tudom nagyon sokszor azt megtenni, hogy akkor is szembe megyek az egész, egész dologgal, meg szerintem nincs is akkor a hírnevem, hogyha nem a trenddel mennék. Szem, uh, vagy hogy, hogyha nem a trenddel mennék, és nem a trendet követném, akkor én szerintem nem tudnék fennmaradni, mint mint tartalomgyártó. Én ezt érzem. Ö, ez valamilyen szinten így van, amúgy. Jó, figyelj, ebben, hogy egyet tudunk érteni. Muszáj menni a trendekkel. Én is csinálok short videókat néha. De hát, ö, ja, ez a gyerekeknek nagyon nem jó. Nem, nem csak az, hogy csöcsöket meg segeket néznek a TikTokon, hanem maga, ahogy felépül a TikTok, maga az egész algoritmus, meg az, hogy rövid tartalmak, és hogy mindig újat tudsz. Tehát tényleg egy kettő másodperc után eldönti az agyat, hogy ez neked nem tetszik, és mész a következőre, és annyira intuitív az egésznek a kezelése, annyira egyértelmű, hogy egy négy éves is megérti, hogy hogyan kell tekerni, hogyan kell lájkolni, dupla klik, vagy letekersz, és ez, ez nagyon nem jó. Nyilván ezzel nem mi fogunk tudni változtatni, az így van. Viszont azon tudsz változtatni, milyen tartalmat gyárt, és hogy ez, ez tényleg egy magasabb szinten legyen, mint a többi minecraftos figura, aki így kiabál a mikrofonba. Szerinted milyen edugati, edukatív dolgokat lehetne úgy belerakni, hogy az embereket mégis érdekelje? Ez amúgy érdekel, mert ezen amúgy én is gondolkodtam, sokszor amikor egy videót befejezünk, mi a fasz mondjak nekik, hogy, hogy így nekik jobb legyen, vagy érted, tehát. Rendezvényeken nem tudom, hogy mennyire van lehetőséged beszélgetni a kisgyerekekkel, de az a baj, hogy csak úgy tudod megtudni azt, hogy mire van szükségük, vagy hogy hogyan lehet megfogni őket, akár edukatív tartalmakkal is, hogy beszélgetsz velük, és hogy tudod, hogy mikről beszélnek. Mert most itt vagyunk mind a ketten 22 évesen, akkor így, így elég nehéz szerintem mert már mi nem abban a korban vagyunk, nem tudjuk, hogy nekik mire van szükségük, csak sejtjük, meg látjuk a YouTube-on, hogy mi, mi az, amit megnéznek, de ezek csak számok, meg betűk, kommentek, de valódi beszélgetésre van szükség ilyenkor szerintem, hogy mm. tényleg meg tudjuk, meg, meg, meg hogy mi van az iskolákban, hogy miket tanulnak, meg ilyen alapvető dolgokat tényleg, uh, amit te már felnőttként tudsz, és neked alapvető, azt lehet, hogy kétszer is át kell gondolnod, és úgy, úgy eszedbe jut, hogy bakker, ezt lehet, hogy egy gyerek nem tudja. És valamilyen szinten bele lehet vinni ezekbe a történetekbe. Tényleg csak ilyen etikett dolgokat, hogy ha esetleg egy gyerek nem kapott otthon normális nevelést, és nem tanítják meg neki, hogy mit tudom én, mindenkinek mondjuk köszönni kell a tanároknak, vagy most mondtam egy tök random példát, de, itt tényleg, hogyha egy gyerek szar neveltetést kap, és mondjuk a te videóidat nézi, akkor lehet, hogy a te videóidból kaphatna valami olyan értéket, amit otthon nem kapott meg. Most például akkor mondjuk, mondjuk felhúzok egy olyan sztorit, hogy mondjuk, mit tudom én, a egyik gyereknek a, a az apja veri otthon, és akkor mondjuk a videóban rakom azt, hogy ilyen, ilyen esetben Ilyen esetben srácok látjátok, hogy nem tudom, oda megyek egy láncszűrészt, azt leverem, vagy nem tudom, tehát... <laughs> jó, sz jó, hagyjuk, hagyjuk. Szerint, <laughs> szerintem, szerintem maradjunk a simán lépcsőn felugrálós videóknál inkább egy darabig még, és ezen gondolkodj egy kicsit. De, <laughs> ö, egy kicsit látosabban, shit, escalated quickly, meg, Jézusom, nem ilyenekre gondoltam. Magának a neveltetésnek a hiánya az amúgy egy nagyon komoly probléma itthon, már, már csak abból kifolyólag is, hogy... Itt még a pálinka főzés is legális, és uh, otthon is csinálják az emberek, és uh, ez tök jó. Isznak rohadt sokan mindenkinek a szülei, apukák, rengetegen a tenézőit között is biztos, hogy benne, hogy olyan sok gyerek van, aki, aki, nagyon szar neveltetést kap az iskolába, és basztatják emiatt, mert otthon nem kapott rendes mm. neveltetést, nem tudott szocializálódni még az otthoni környezetben sem, ezért nyilván az iskolában sem fog tudni szocializálódni, és hazamegy és kikapcsolódik a te videóidra, de mi lenne, hogyha nem csak kikapcsolódna a videókkal, hanem mondjuk tanulna is belőle valamit. Ez lenne az, ami, ami én nekem egy pozitívum lenne mindenképpen, hogyha a te videóidat nézném. Uh, jó. Csak, hát csak az a baj, kezdeni. konkrétumokat nem tudok mondani, így tanácsokat nem tudok adni, mert én nem ilyen videókat gyártok. Hogyha van véleményed valamilyen dologról, és úgy gondolod, hogy az hasznos lehet, hogyha hallják a gyerekek, akkor azt nyugodtan hangoztasd, annak ellenére, hogy neked most ilyen kicsit infantilisebb videóid vannak, vagy nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam, hogy ne legyen sértő, de, de érted, mire célzok. Uh, jó, hát... Utoljára egyébként, nem tudom, most ilyen tanító jellegű meséket talán a Dóra a felfedező, meg éneket tudnék mondani, most ez szerintem szóval nem mindegy, csak ez van meg bennem. Azokban egyébként kb. hát igazából csak angolul tanulták a gyerekeket. Nem tudom, hogy ez egyébként mennyire, mennyire nem mondjuk hasznos. Tehát ez a, ez a kommentbe írt le angolul ezt meg azt, ez is amúgy így ebből jött nekem nagyjából, hogy így erre így emlékeztem. Nem tudom, tehát akkor így sokkal inkább azt mondta, hogy inkább így ilyen életre nevelős tanácsokat adjak nekik, nem feltétlenül életre nevelő, és csak akár nem tudom, mondjuk mit tudom én, rakhatsz bele matek feladatokat, vagy I don't know, csak hogy a morális értékek, tényleg. Például, tényleg itt írtak egy nagyon jött kommentbe, a bullyingolás, tehát hogy az, hogy az iskolában egy gyerek bántja másik gyereket az ellen, szerintem nagyon sokszor fel lehetne szólni ezekben a videókban. Mert az tényleg egy nagyon gáz dolog, hogy bántunk valakit azért, mert mondjuk mit tudom én, szemüveges, vagy, vagy rosszul néz ki a haja, vagy zsíros a haja, vagy nincsen pénz olyan ruhákra, mint a többieknek. Ilyen dolgok, ilyen erre például. Ilyen, hogy iskolai bullying velem is volt. Én ezzel, én ezzel úgy tudtam felállni ezzel ellen, hogy én is agresszív voltam. Most ezt mondjam a gyereknek, hogy figyelj, állj ki magad és hogyha úgy van, hogy ütnek, akkor üsd vissza. Én így oldottam meg például. Nem, itt nem, most... azok, nem, 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 nem. Itt nem azokhoz a gyerekekhez kell szólni, akik basztatva vannak, hanem azokhoz a gyerekekhez, akik baszogatják a másikat, hogy ez gáz, mert rád felnéznek és hallgatnak rád. Ez a lényeg az influencerségnek, hogy te befolyásolni tudod őket, neked hatalmad van fölöttük, és lehet, hogy ez nagyon-nagyon rosszul hangzik, de ez így van. És mm. euh, így, hogyha biztos vagyok benne, hogy van olyan gyerek, aki az iskolában basztatja másikat, és ugyanúgy megnézi a te videóidat, sőt, az is lehet, hogy van egy gyerek, aki mondjuk megveri a másikat, mind a ketten hazamennek, és mind a a te videódat fogják megnézni, és azt nem tudod nekik most megmondani, hogy az a gyerek, aki baszogatva van, az mit csináljon pontosan, mert, mert nem tudsz ilyen dolgokra kitérni a videókban. De egy olyan tanulságot nyugodtan bele tudsz tenni, hogy ha baszogatnak az iskolában, akkor legalább egy tanárnak szóljál, vagy mondd el otthon, ne tartsd magadban, ne félj a dolgoktól. Az, hogy állj ki magadért, az is, az is lehet egy olyan dolog, hogy az nem fog működni gyerekeknél amúgy. Bocs, a gyerekeknél az nem működhet, mert a gyerekek azok nagyon gonoszak, és hogyha már ő élvezetet talál abban, hogy bántja a másikat, akkor továbbra is bántani fogja bármit is mond az a gyerek. Viszont, hogyha arra gyerekre tudsz hatni, aki bántja a másikat, akkor lehet, hogy lehet, hogy el fog gondolkodni rajta. Csak tényleg nem, nem látunk bele a gyerekek fejébe, nem tudjuk, hogy milyen hatással lesz ez rájuk, viszont, hogyha próbálsz ilyen dolgokat belerakni a videóban, akkor ez egy sokkal pozitívabb visszhangot fog szerintem adni neki. És így a felnőtt emberek is nem úgy, nem úgy fognak rád nézni, ahogy itt leírtad a kommentekben, hogy te biztos pénzélyes vagy, meg hogy így, meg úgy, hanem, nem tényleg akkor azt mondják, hogy akkor ebben tényleg volt valami olyan anyag, ami tanítja is a gyerekeket valamire. Én ennyit várnék el, tényleg semmi többet. Jó, amúgy igen, ezt, ezt, tetszik, ami nekem is ezen biztos, hogy akkor ezen így fogunk dolgozni. Ez a része amúgy, hogy az emberek akkor nem, fogják nem fognak róla ezt gondolni. Az a gond, hogy kurva nehéz kimosni azt, ami régen történt, mert például nekem a csatornám még a legelején nagyon sokszor volt az, hogy más videósokkal klikbeíteltem. És akkor mit tudom, én nekem volt az, hogy például Uborkraft berentelt engem, amit több mint egy millióan megnéztek. Azt nem láttam, ehm... azt le tudnád mondani így, így, röviden TLDR, hogy mi van benne? Hmm. Uh, az volt a lényege, hogy én annó csináltam um, olyan videókat, hogy mondjuk megtaláltam Uborkraft titkos bázisát, vagy, vagy lakinak meg mit tudom, kik voltak ilyen nagy nevek régen, és akkor valaki ugye játszott a Minecraft Skinnel, ugye az ő nevüket, vagy az ő um, karakterüket, és akkor mit tudom én játszottuk azt, hogy akkor ő itt most Ubi ad nekem egy uborkát, vagy nem, itt hát, tudom én ilyenek. Én ráírtam a Uborkraftra, hogy nem eljönne még akkor a Minecraft szerverünket hirdetni, és. Um, mondta, hogy hát ő biztos, hogy nem, majd ő erre válaszként rá egy két hétre csinált egy ilyen videót, hogy, hogy, mi, hogy mi ebből mennyi pénzt keresünk az ő nevéből, és hogy, és, és hogy ez nagyon rossz dolog, és hogy utálnak. hát konkrétan, most nem azt mondom, hogy utálnak minket, de nagyon úgy mondta, hogy jöjjenek ide jelenteni, és hogy stb. Ami értem, hogy meg tudok érteni, csak ja, annyit mond annyi mondjuk itt nyilván jól esett volna, hogyha még leírja, hogy ne csináld még, akkor tudom, hogy erre gondoltam, van, de 16 éves voltam, Tényleg nem úgy álltam hozzá, hogy ez egy kurva nagy probléma, meg nem gondolkodtam egy ilyeneken. És ezt nyilván most már máshogy csinálnám. Ez volt a lényege. Ezzel ott nek minket ott berentelt, és azóta rá 5-6 évvel később is azokat kapjuk, hogy ne csináljunk más videósokról videókat, meg hogy pénzées köcsögök, meg... És mit tudom, egy sorcomnak a kommentjét. Ugye a sorcok -ok, azok eljutnak olyan emberekhez, e emberekhez is, akik nem, nem minket néznek. Igen. Igen. És hát ott egy komment szekciót, hogy elolvasok... Tehát, hogy a mai napig jönnek emberek arról ar 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 a videóról, lesz mondod, Hát arról a videóról, meg igen, meg úgy már, ez, ez egy ilyen elterjedt tény, így a, a gyerekek körében is, tehát mondjuk oda megyek egy tíz gyerekhez, abból öt azt fogja mondani, hogy a kurva anyámat, nagyon rossz ember vagyok, a másik öt pedig azt fogja mondani, hogy szeretnek, vagy ismernek, tehát így, ez, ez, ez fix, fel, ez ilyen tapasztalt dolog, tehát... Uh -huh. És az a gond, hogy igen, már nem csinálom ezeket, hogy más videósok vannak benne a videókban, de még a mai napig nagyon sokan ezt írják. Szóval ez, hogy most, hogyha én elkezdek jobbféle videókat csinálni, és tanítom őket, nyilván ez jó dolog, de nem hiszem, hogy az emberek véleményét meg tudom változtatni. Hosszú távon biztosan változni fog az emberek véleménye. Hát annyi olyan ember van, aki olyan moskos dolgokat csinált, és visszajött a nyilvánosságba, hogy hihetetlen. Tényleg rengeteg. Tehát a tévében is ülnek ilyen emberek. Tehát, uh, szerintem az, amit te csináltál, az nem az a szint, ami miatt törökké utálni fognak, ez, garantálom. Ez fix. Emiatt szerintem benne? ne aggódj. Hát bízok benne. Csak az a gond, hogy még most is tart egy, egy ilyen jó, hát nem tudom, négy év volt talán, de most mennyi megnézem azt a videót amúgy. Uh, átdobjam esetleg, vagy nem annyira érdekel? Valaki elküldte csetlen amúgy, uh, ez az izé, egy uh, ebből most lett teljesen elegem. Aha, igen. Ú, uh, nagyon komolyan kezdődik. Hát figy, de a Zuborkraft is megkapta magáét, mert ő meg konkrétan hagyta a kutyáját meghalni, és arról is készült videó, és neki is írják valószínűleg a gyerekek, szóval. Ja, fi, ez ilyen, ö, ilyen az internet kritika, az minden oldalról érhet, de hát ó, akkor fáj legjobban, hogyha a saját közösségeden belül, tehát akik néznek téged is, meg őt is, azok ellened lesznek fordítva, az, az tényleg tud fájni de szerintem még mindig ezt, ezt tartom, amit mondtam. Edukatívabb tartalmakat gyárts, kérlek, és teljesen jó lesz. Tehát én, tehát én, nem azért csináltam ezt a videót, hogy most téged utáljanak, meg engem amúgy azok az emberek néznek, hogy téged, tehát nem hiszem, hogy egy vagy kettő komment fog jönni hozzád maximum tőlem, hogy most úr is töltem ekkora szar vagy, de amúgy meg nem is ezt mondtam. Um, tudom, tehát én sem ezért akartam, csak már nagyon vártam arra, hogy valaki kicskét így belénkössön, mert egyszerűen 4-5 év alatt senki nem tette. És így örülök is, sem, hogy annak, hogy végre tudok valakivel erről beszélni, mert Egyébként tökre nyitott lettem volna, volt egyszer valaki, aki megkeresett, hogy akar velem egy interjút csinálni, mondom, csináljuk, oké, okay, de azóta nem jött rá válasz. És így mondom, legalább valakivel van értelme ezt kibeszélni, meg, én egyébként szeretek fejlődni, és szeretek kritikát kapni. Annak nem látom értelmet, amikor tényleg leírják a kurva anyámat, meg hogy hát csak pénzét csinálom. Ez nem kritika. És erre vártam, hogy valaki egy normálisan meg lehessen ezt beszélni, és rám is pozitív jelleggel legyen, tehát szerintem az ember akkor tud fejlődni, hogyha mellette van, aki elmondja a véleményét róla, mert nem lehet az, hogy csak a saját fejedben van az kialakítva, hogy igen, basszus, biztos mindent kurva jól csinálok. Nekem is van, van, van most a barátom, akivel együtt élek. Ezt akartam van, kérdezni, hogy körülötted lévő emberek nem mondják el a véleményüket erről, vagy ők máshogy látják, mint én? Ö, hát nem nagyon mondanak ebbe semmit, mert nem ebbe a közegbe élnek, vagy nem is Um, nem, ez, nem ez úgy mondom most a munkájuk, most neked is közel ez a munkád, meg te videókat nézel állandóan, barátom nem nagyon szokott néz, de egyébként téged szokott, szóval... Nice. ja. Uh, yeah. De akiknek ez a munkájuk, tehát mondjuk a vágó, vagy akik, akikkel veszed fel a videókat, tehát ő, ők nem szólnak bele ebbe sem ennyire? Vagy hogy érted, mire gondolok? Tehát, hogy ők, ők, hogyha te mondasz egy ötletet, ők nem segítenek ebbe, hogy jobb legyen valamilyen szinten? Vagy hogyha mondjuk csinálsz valamit, ők nem mondják meg, hogy ez mondjuk rossz. Ha mondjuk egy olyan dolgot csináltál, ami nem olyan jó. Ez kicsit nehéz, mert most, hogyha van egy főnököd, akkor nem fogod, neki, nem fogod kiigazítgatni, vagy érted, hogy így most akkor figyelj, ez, most felvettem egy új vágót, és akkor megmondja nekem, hogy ez szar, amit csinálok. Tehát nem, nem hiszem, hogy elvállaltam tőlük, hogy ennyire őszinték legyenek. Nyilván, hogyha őszinték lennének, én nagyon csak örülök, tehát én nem az vagyok, aki elküldi őket a faszba, hogyha ja, de nem mondják véleményüket de most ne, te, te, például most dolgoznál valakinél, és mondjuk a főnök ott van, és egy fasz, te most, és neked ez a munka kurva fontos, te megmondanád neki azt, hogy figyelj, ez, ez szar, ez szar, ez szar, ezt csináljuk újra, vagy nem tudom. Nem. De most ugye te azt mondtad, hogy szeretnél fejlődni meg minden, és hogy ezeket a dolgokat hangoztatnád azoknak az embereknek is, akikkel együtt dolgozol, vagy együtt vagy egy légtérbe, akkor lehet, hogy ők is úgy néznének rá egy kicsit, hogy jó, akkor megpróbálunk segíteni ebben, és adnak hozzá ők is dolgokat. Na, és most én is, én is ezen az alapon hívtalak be Discord-ba, hogy lehet, hogy tudunk egy értelmes beszélgetést lefolytatni. És hm. lehet, hogy ez segít neked, és te is örülsz ennek, úgy hallom. Szóval ez egy tök király dolog, hogy most feljöttünk Discord-ra. Hogy hogy írtak egy nagyon jót, Ö, el kéne mondani az alapértékeket nem olyanokat, akik, am amik befolyásolják a szülők nevelését, hanem olyat, ami alap, és mindenki erre tanítja jobb esetben a gyerekét, mint az elfogadás, megértés, tolerancia. De a szülő sajnos nem mindig olyan erős befolyásoló erő, mint Dani. Ú, uh, ez igaz. Um, most ez is jó kérdés, hogy én ugye naponta feltöltök, van ugye több csatornám, Havonta mondjuk azt, hogy én 60 videót kirakok most. azt hogy én ugyanezt a mennyiséget tudjam tartani, Ugyanebbe a minőségben, és még mindegyikben egy plusz tanító jelleget valahogy rakjak bele, ez nagyon nehéz, és, és nem tudom, hogy most ez szerinted annak lenne értem, hogy az összes videóban van valami tanító jelleg, vagy nyugodtan mennek, mehetnek ilyen random hülyességek is, ahol mondjuk csak egymásnak éptünk egy pályát, és kivisszük, vagy szerinted ezeket így úgy, ahogy van ez mint szar, és csak tanítsam őket. Tehát Hát nem tudom, quality over quantity, ezt írta Levente, ez, ez régen tényleg én azt mondom, hogy inkább legyen kevesebb videó, ami minőségi, mint sok bugyuta videó, de ezt neked kell tudni, hogy mi, hogyan működik, meg tényleg most, hogyha már neked ez így ennyire ki van építve, vagy mondtad, most, hogyha te kitalálod azt, hogy kevesebb videó lesznek, akkor az egy nagyon nagy bevételcsökkenés lesz, és nem fogod tőle kifizetni az ember, Hát most, igen. Ezt én értem. Az a baj, hogy itt ö, akkora számokról, meg, meg akkora dolgokról beszélünk, hogy ö, itt, itt, ezt ö, nem igazán tudom most neked megmondani, miket tegyél bele, meg hogyan a videókba. Nem, nem muszáj mindegyikbe szerintem, de minimális tanulságokat, Tehát nem, nem olyan, egetrengető világ megváltó dolgokat kellene nem mondani. Nem olyanokat kell van egy felnőtt hogy rajta, hogy hú, ez most durva, pedig azért olyan videókat is lehet csinálni azért. Akár még Minecraftban is egy kis filmet meg lehet csinálni, úgyhogy az szinematikus legyen meg, hogy nagyon mozis meg, hogy egy felnőtt ember élvezni tudja. De ti nem ezt csináljátok, és az nem is baj, mert én értem, hogy gyerekek, meg nem kell nekik ez a fajta minőség folyamatosan, de nyilván, hogyha egy animációs Minecraft kisfilm lenne, akkor abban én azért elvárnám, hogy legyen valami tanulság, meg valami olyan dolog, amit tanítja a gyerekeket. Most egy ilyen random gameplay videóban, ahol egymásnak építetek do... pályákat, és azt így játszátok végig, ott annyira nem várnám ezt el, de, de így alapvetően magának az egész csatornának a felépítésében szerintem nagyon nagy szerepet kéne játszani annak, hogy a gyerekeket, azokat segítsük ilyen szinten, hogy, hogyha nem kapnak meg valamit otthon, vagy az iskolában, akkor azt tőled megkaphatják. És itt most nem csak arra gondolok, hogy szórakozás, hanem, hanem komolyabb dolgokra. Uh -huh. Tényleg, hogy segítsük őket, akár a gondolkodásban, ilyen dolgokra. Meg, meg nem tudom, nem, nem tudom, tényleg. Valaki egyébként írta, hogy ilyen régi zsédevos filmeket várnék Danitól. Egyébként most ki egy filmet, azt láttam, hmm, és nem a filmet, de azt láttam, hogy kiraktátok, igen. Azt például hogy olyan, azt hogy a moziba vetítettük, azt most kiraktuk így Youtube-ra. Szoktunk így filmekkel is foglalkozni. Ezzel, amit mondtál, csak annyi problémám van, hogy akkor most nem minden videóba rakok jelleget, akkor viszont az emberek megint csak nem fogják azt látni, hogy egyébként valami jót is adok a gyerekeknek. Ugyanúgy azt fogják én, hogy szar vagyok, mert a legtöbb ember csak egy videóba belenéz, ugye, hogy most oké, okay, most nem akarom ezt... Nem akarom így, így visszaforgatni, csak most ugye te is ugye, egy videót megnéztél tőlem, nyilván abban történt, ami történt, és leszültél egy véleményt, hogy hát igen, ez, ez nem tanító jellegű, ebben nincsen semmi, ez szar. Viszont, ugye nyilván azt meg ugye... Nem, tehát nem tudom, hogy hogy tudnám azt megtenni tényleg, hogy minden videóban egy tanító jelleget, meg ugye az építős videókban is. Szóval, ezt mondom, hogy ez már egy ilyen elterjedt dolog, hogy szarok vagyunk. De ha már elterjedt dolog, akkor miért foglalkozol vele? Nem foglalkozok, foglalkozok. Hát Pont akkor, ezt mondom, hogy... ne foglalkozz vele, de attól még, hogy ne azért csináld a pozitív dolgokat, hogy az embereknek a véleménye javuljon rólad, hanem azért, hogy valami pozitív dolgot csinálj, hogy hozzá valamit a gyerekek életéhez, azon kívül, hogy most ők megnéznek egy videót, és 10 perc múlva elfelejtik azt, ami volt benne, mert már utána nézik a következő. Um, egyébként, amúgy van nagyon sok olyan videónk is, most itt valaki amúgy hogy ért, hogy nem rakok semmit, Uh, van, van olyan videónk, ahol mondjuk arról szól a videó, hogy elmegyünk egy iskolába, baszogatnak minket, majd a végén mit tudom én, mi valahogy bosszút állunk rajta, vagy valahogy nem tudom, ő megszívja. Tehát van néha ilyen, olyan, nem is azt mondom, hogy szándékos tanító jelleg, valamilyen szinten az, de olyan sztorik, amik, amik alap, hogy tanítanak egy olyan dolgot, hogy, hogy pozitív hatása lehet a gyerekre. Tehát nem azt mondom, hogy semmit nem tanítunk, és azt én sajátom, hogy semmit, mert mint, hogyha megnézel egy filmet a Netflixen, abban is biztos, hogy lesz olyan példa benne, amiből mondjuk magadat tudsz ismerni. Szerintem. Igen, relatable content kell a gyerekeknek, de nem a bosszú állásra kell megtanítani, meg, hanem, hanem tényleg csak arra, hogy ezek nem helyes dolgok, hogyha valaki Aha. mondjuk baszogatja a másikat. Ez nem csak úgy lehet megmutatni, hogy most az ember az a videó végén mondjuk megszívja nagyon, vagy nem, nem tudom. Tényleg ez egy nagyon nehéz téma, és nem könnyű. Most tényleg. Nehéz, ezeket nehéz így izgalmassá tenni. Nehéz izgalmassá tenni az edukatív tartalmakat, de hogyha sikerül, és megtalálod ezt, akkor én nem mondó vagyok, hogy amúgy ez egy. Ez egy elég jó dolog lehet, és így a szülők is azt fogják látni valószínűleg, hogy a gyerekek valami jó dolgot néznek, hogyha. Uh -huh. hogyha érted, ezt ezt látják. Uh -huh. Tehát persze. Tetszeni kell a gyerekeknek is, tetszeni kell az embereknek is, tetszeni kell magadnak is. Nagyon nehéz olyan videót gyártani, ami mindenkinek tetszeni fog, nem lehet olyat gyártani. Azért az a legjobb, hogyha tényleg valamit tanulnak is belőle a gyerekek, és nem csak ez a kiabálás megy folyamatosan. Mert, mert én nekem szerintem ez nem lenne jó. Gyerekként nem néztem annyira ilyeneket, vagy nem tudom, hogy. Mm -hmm. Azért néztem ilyeneket, a Kveből azt néztem egy ideig. Még, még annyira nem is gyerekként, és viszonylag szórakoztató volt, de hát az is olyan abnak sössz, hogy ezt nem tudom, hogy kell van a magyarul, de ilyen nagyon kirívó, kiabál folyamatosan, ez, ez onnantól kezdve, hogy a gyerekek felnőnek, ott már idegesítő lesz. És nagyon sok youtuber a közösségével együtt nőtt fel. Viszont te ezt nem fogod tudni megcsinálni, és nem csak a korod miatt, hanem, hanem azért, mert leragadtál ugyanott, ahol elkezdted. Vagyis én, én ezt látom, és tudom, hogy mondtad, hogy rengeteget fejlődtél, meg minden, de a tartalomnak a formája, a, a kivitelezése, meg minden lényegében ugyanarra épül. Ugyanúgy csak a Minecraft megy benne, vannak néha ilyen történetek, és ez a folyamatos kiabálás. Ne, nekem nekem ennyi. Ennyi jön le belőle. Hát... Igen, egyetértek ezzel, azzal a részével biztos, hogy a gyerekek nem velem fognak felnőni, az, az tud, szerintem 13 talán a maximum életében, amikor egy gyerek még így szerintem engem néz, talán 14-15. Néha egyébként vannak meglepően idősebb nézőink, akik mondjuk, nem tudom, volt olyan, hogy amúgy egy 16 éves srác jött oda. Ez igaz, ebben az ordibálásban hogy én is akarnék, mert néha hogy én sem veszem észre magamról, hogy ordibálok. Öhm, most nem akarom a fülesemre venni, de például volt olyan, hogy be volt rakva a füles a fejembe, elmentünk egy hotelbe, és így valamiért ordibáltam, és így többiek szóltak nem, hogy ne ordibáljak már, és így, és így, így, így szerintem ész, én, sem magamra, hogy észrevesz, hogy milyen kurva hangos vagy a videózás közben. Um, ezen akarnék változtatni, csak nem tudom még, hogy milyen flow lehetne ezt így helyettesíteni. Lassan, lassan halkabbra veszed és komolyabbra hogy a, azok a nézők is ott legyenek, akik mondjuk nem 12 évesek, hanem mondjuk 16 évesek, ahogy az előbb mondtad. Ahogy a gyerek fejlődik, az rá fog érezni arra, hogy ez már nem neki való kontent, és neked pedig mindig fenn kell tartanod az új gyerekeknek az érdeklődését. Onnantól kezdve, hogy már elkezdi érteni, hogy mi történik a képernyőn, mindig lesznek új gyerekek, megszületnek, mit tudom én, lesz mondjuk 6 éves, vagy 8 éves, akkor már talán tudja nézni a videókat úgy, hogy azért valamennyit ért is belőle, de neked fenn kell tartanod az érdeklődést, és az nagyon nehéz lesz, mert nem fogod tudni, hogy milyen trendeket követnek folyamatosan a gyerekek, mert ez figyelni kell, ott kell lenni a gyerekek mellett lényegében, és ők lehet, hogy kérnek meg kommentelnek dolgokat, de ez nem biztos, hogy valóban azt fogja neked visszaadni, amit, ami mondjuk az algoritmusnak kell, vagy ami valóban kell a gyerekeknek ahhoz, hogy mondjuk ezt meg tudják nézni, vagy hogy tényleg ezeket a megtekintéseket fent tud tartani, mert... Uh... Mm. Ja, ez, ez nem könnyű és ez, ettől azért szerintem lehet, hogy félned is kéne egy kicsit, és én biztosan félnék a helyedbe ettől, hogy felnőnek a nézőim, és az újabbakat, akik már abban a korban vannak, hogy tudják nézni a videókat, azok viszont lehet, hogy már mást fognak nézni, mert te nem, nem fejlődtél odáig, hogy a következő generációnak is tudtál, gyár, tudja gyártani ezeket a tartalmakat. Szerintem már amúgy átment rajtunk egy ilyen generáció. Ez mert... biztos, ez biztos tehát már egy öt éve lassan videózunk, és szerintem már egy generációt már biztos, hogy meg tudtunk így fogni. És ez, hogy trendeket kövessük, hát én nekem a napomnak szerintem egy-két-három óra és néha rámegy arra, hogy csak a trendeket nézzem, hogy külföldön mit néznek, öm, olyan kifejezéseket, hashtageket, meg mindenfélét keressek, hogy mi az, ami érdekel, érdekel, az embereket. És nekem is rohadt nehéz volt, mert néha volt olyan videó, amit mondjuk megnéztek 40 ezeren, meg néha volt, amit mondjuk megnéztek 5 ezeren. És ezt is ki kellett tapasztalnom, hogy mi az, amit az emberek így szeretnek, és mi az, amit megnéznek. És most lezzi könnyűnek hangzik, de azért ez évek, nagyon sok év volt, amíg azt így láttam, hogy mi az, amit szeretnek, és mi az, amit nem. És ugye pont ezért mondom, hogy nem is feltétlenül ugye az a célunk, hogy fejlődjünk, ugye, és akkor ugye, ahogy nőnek felnézünk, akkor ugye egyre idősebbeknek gyártsuk a tartalmat. Tehát ugye mi ezt így szándékosan csináljuk, nyilván most ezt hülye lennék tagadni. Igen, de ez nem fog téged olyan sokáig boldoggá tenni, hogy 30 évesen is ezt csináld, és lehet, hogy olyan depressziós leszel, hogy el nem tudod képzelni az életedet már máshogy, mert folyamatosan ezt csináltad, ettől nem félsz. Ja, mondjuk mondtad, hogy építesz vállalkozást is többet Öm... most már, mert lesz ital, vagy az lehet, ugyanoda tartozik. egyelőre ide tartozik. Igazából vannak terveim, meg én már rég átestem szerintem ezen a depresszión, tehát egyébként voltak igen ilyen időszakaim. Ezt nem tagadom. Hát igen, csak nekem is, ugye, ezzel én is küzdök, de tényleg én nagyon-nagyon régóta küzdök. Ö, én nem voltam ezzel pszichológusnál, meg semmi esmi, meg ezt én nem is szoktam streamba hangoztatni, de most elmondom. 16-17 évesen kezdtem el először így nagyon-nagyon befordulni, még nagyon rosszul éreztem magam az iskolába, és mindig csak lehajtott fejjel, nem beszéltem senkivel, stb. Se nem azért, mert baszogattak, meg egy családommal se volt semmi gond, csak egyszerűen nem tudom, ez valahogy kijött rajtam, ez, ez, a mai napig tart folyamatosan, ezért van, hogy nincsenek streamek, van, hogy csak mondjuk leülök videót vágni, mert ahhoz nem kell jó kedvem legyen, de nekem alapból az, hogy leüljek streamelni, az kell egy olyan jó kedv, hogy én ezt tudjam csinálni. És ezt sokféleképpen el lehet érni, meg minden, de nekem nem mindig sikerül. És. Ilyen szociális közérzetre, amúgy ez nincs kiatása vagy nem tudom, ezt nem érzed? Na, nem is nagyon megyek emberek közé, csak hogy el kell menjek vásárolni, vagy ha barátaimmal találkozok, de akkor is így nem, nem, nem szoktam így már nagyon kiérkelni. De. Most mit akartam mondani? Ja, ja igen, igen azt, azt akartam mondani, hogy ez hosszú távon biztosan nem lesz jó hatással, és lehet, hogy nem leszel így boldog. Már nekem is ahhoz, hogy leüljek streamelni, jó kedv kell. Neked meg az, hogy leüljél videózni, ahhoz én, én, úgy nem tudnék leülni videózni, hogy szar van, és akkor leülök a videózni, és akkor Sziasztok srácok, én PGT Dani vagyok, és akkor most ebben a videóban nem, nekem ez nem menne. Hát tudom, ez, ez nagyon szar, vagy nem azt mondom, hogy szar, de nagyon rossz dolog az, amikor mondjuk mint amíg szakítok a barátnőmmel, vagy akármi, és akkor másnak nyilván videózni kell, mert különben nem lesz kontent, és az emberek nem fognak nézni, tehát ez nagyon egy rohadt rossz dolog, de hát erre építettem fel tényleg így az egészet, már tényleg többen vagyunk, tehát nem csak az én sorsom múlik ezen, és igen, ugye van, van, tehát ugye tervezünk bővülni, most az elsőveges célunk, hogy most magunknak elkezdtük a termékeket csinálni, nagyon szeretnénk majd hosszú távon több videósali termékekben együtt dolgozni, mert egy-kettő videóst úgy ismerünk, meg személyesen tényleg jobb vagyunk velük, és beszéltük azt, hogy amúgy nem lenne ilyenre szükségük, hogy termékes oldal, mert van már egy nagyobb termékes oldal, de hát ők nem vesznek be kisebb youtubereket, és még inkább azokat a youtubereket szeretnénk bevenni, akik belátjuk azt, hogy van potenciál, hogy mondjuk nagyobbra nőjenek. És mondjuk mit tudom, van 20-30-40 ezer követőjük, de mondjuk egy év múlva lehet, hogy 100 ezer. És ezeknek szeretnénk milyen platformot például majd csinálni, meg nekik rendezvényt, meg stb. De ez most ilyen saját, vagy nem tudom, ez egy ilyen projekt, ez majd később fog majd csak úgy megjelenni, de amúgy igen, vannak terveink, én is nyilván majd később nem nem tudom azt megígérni, hogy én örökké ezzel fogok foglalkozni, de hogyha odáig el fog majd egyszer talán jutni, hogy meg lesz az, az, any az a anyagi biztonságom, hogy ne feltétlen függjön ettől az egész életem, akkor simán lehet, hogy én azt fogom csinálni, hogy akkor foglalkozok azzal a bizniszzel, és mellette akkor elkezdek akár egy új csatornát, vagy, vagy váltani fogok, de de úgy hosszú távon most például felszeretném szeretném magasra ezt egészet építeni, és majd, hogyha egyszer az idő, akkor lehet, hogy tényleg váltani fogok. Tehát így ez egyébként így a tervem. Azon gondolkodtam, hogy amúgy ezeket a Minecraft történeteket szerintem a GPT is meg tudja írni, úgyhogy legyen benne tanulság. Igen, már. próbáltuk, próbáltuk amúgy, de rohadt voltak, tehát amikor hogy nem tudom, olyanokat mondta, hogy kis épített egy házat, amúgy kisnek kell ejteni, kis épített egy házat, és akkor átment a Dani, megkérdezte, hogy hol vannak a ruhái, és kiveszi a szekrényt. Tehát ilyen olyan basic sztorikat írtak, amiket egyszerűen szerintem senkit nem érdekelne. Hát, uf, most csúnyát fogok mondani. Alapból szerintem azok a nagyon, ez, bármi én, én, nem értem, hogy ez hogy tud érdekelni valakit. Hidd el, hogyha te csinálod, meg úgyis érdekelni Néha hogy én fog sem, néha úgy én sem. De hát tökre értelmesnek tűnsz, tökre, tökre jól el tudunk beszélgetni. Nem érzem azt, hogy ezek a tartalmak, ezek tőled autentikusak lennének. Szerintem sokkal többre vagy ennél képes, és most ezt nem azért mondom, hogy Úristen, más csinálj, vagy valamit csinálj, hogy nyugodtan, hogyha ezt szereted, csak... Szi, nem, 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 hogy ez nem. Jól esett. nem tudom. Nem Szer tudom, szerintem... Szerintem tényleg egy, egy másik útra is el tudnál indulni, vagy csinálni egy komolyabb csatornát esetleg, ahol, ahol, ahol a saját, saját magadat rakod bele, és nem, nem ezt a nem ezt a szerepet. Mert ez egy szerep. Ez egyértelmű, hogy egy szerep. É, igen. Mert itt, hát... ma, itt most magad vagy. Most, hogyha úgy jöttél volna be ide üzébe, a beszélgetésbe, hogy izé, sziasztok, Pégét, mi <laughs> ez a helyzet, srácok? Na, az, az vicces lett volna, de hogyha mondjuk két percnél tovább csináltad volna, akkor elgondolkodtam volna, hogy neked valami bajod van. Te, érted? Hát, köszi, <laughs> amúgy jól... <laughs> jól esik, jól esik. <laughs> uh, belegondoltam nyilván ebbe hogy én szeretnék valamit ebből így kialakítani, nem tehát a sulit én 15 évesen például ott szóval így iskola téren nem nagyon tudok sehova se fejlődni. Tudom, hogy visszamehetnék az iskolába. Tehát akkor egyébként... neked nincs érettségid sem. ez egy bonyolult sztori, eléggé magánja jellegű, de egyébként a szüleim váltak, és eléggé baszogattak otthon. Ezért én 17 éves koromban elköltöztem, és 17 éves korom óta egyedül lakok. Ó, oh, én azóta én úgy egyedül lakok, hogy nyilván 18 év alatt az ember nem költözhetne de anyum segített így ennyiben. És én azóta úgymond ezzel foglalkozok. Tehát én nekem ez tényleg úgymond az ilyen mindenem, hogy nekem egy erre van úgy egy dologra felrakva az egész. Um, szóval. De igen. ez passzott nagy nyomás, hogy erre, erre az egy dologra van felrakva az egész. Hát idősödsz, És hogyha tényleg a tartalmadat nem fogod fejleszteni, nem úgy, hogy most minél jobb legyen a minőség, mert minden, hanem a tartalmi minőség, a tartalmi minőséget, hogyha nem fejleszted, és nem fog rezonálni a saját személyiségeddel a tartalom, akkor ide után annyira el fogod veszteni ennek az egésznek a varázsát, és az, az, az egésznek az élvezeti fokozatát, nem tudom, hogy ezen mennyire mentél át, vagy hogy most hol tart az, egész dolog, de szerintem pár éven belül ezt már fel annyira sem fogod tudni élvezni, mint amennyire most. És ne legyen így, tényleg én nem, nem akarom felfesteni az ördögöt a falra, de ki fog szégni ezen dolgoznod kell. Tényleg ki fog szégni, és így, hogy most amiket mondtál, én magánjellegű dolgokban nem akarok belemenni, de ez, 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 durva, meg gratulálok, hogy ebből ki tudtál jönni, meg minden, ez egy tök jó dolog, hogyha az ember toxikus közegben van otthon, az nagyon rossz dolgot tud, az nagyon rossz hosszú távon, és hogyha ebből el tudsz jönni, az nagyon jó, csak tényleg felrakad az egész életedet erre az egészre, és, ez egy nagyon-nagyon nagyon nagy stressz. Főleg úgy, hogy alkalmazottaid is vannak, akiket ki kell fizetni, több ember megélhetése van konkrétan a hátadon, és hogyha neked egyszer csak mondjuk kattan az agyad, és azt mondod, hogy te többet lesz, nem akarod csinálni, akkor nem fogsz tudni hova nyúlni. Nem, fogsz nem fogod tudni azt mondani, hogy te most akkor más fogsz csinálni, mert nincs érettségid, nincs munkahelyed, nincs tapasztalatod, nem tudsz semmit lényegében, csak az interneten. Tehát most vagy elmész valahova a social media managernek, ahol valószínűleg nem fognak felvenni, mivel nincsen ö, érettségid, meg ilyen. Most az, hogy volt, egy, volt sok csap, ö, volt egy céged, az már, az már lehet, hogy segít valamennyit, hogy felvegyenek egy munkahelyre, ez mondjuk lehet, hogy így van, de szerintem tényleg nem fogsz tudni hova nyúlni, hogy ott, hogyha kiégsz. Hát, tudom, ez a kiégés, erre meg csak egy mondanék, hogy már szerintem nagyon sokszor túlestem rajta, nagyon sokszor jelen van az életemben, és elég nehéz. És ugye ezért is mondtam erre a depresszióra azt, hogy már igen, már sokszor átléptem rajta. Most tartok azon a szinten, hogy van igazából egy barátnőm, akivel most már egy együtt élünk, lassan egy, hát lassan, szerintem már egy éve. Most megpróbáltam megtalálni azokat a barátokat, akik akik tényleg ott vannak, és nem úgy próbáltam barátokat keresni, hogy minél több legyen, hanem inkább azt, mondja, hogy minél minőségibb, és minél, minél jobban, tényleg őszintén jól tudjam magamat felük érezni. Megpróbáltam, hogy a szüleimmel rendezni a kapcsolatomat. Szóval így próbálom most úgy kiépteni az életemet, hogy legyen pozitív része is. Tehát nem mondom, hogy ez nem pozitív a munka, amit csinálok, csak nekem most a munkában nem az, nem az, az ami... Um, a legtöbb um, pozitív... A hát, hát úgy értem, hogy nem az bíztat engem most így a munkába, hogy, hogy minél több pénzt keresek, meg ilyenek, hanem az, hogy minél több ágra ki tudjam ezt az egészet így, ki tudjuk ezt az egészet vinni. Tehát például csináltunk, megcsináltuk az első zenénket, most nézték meg egy millióan, és ez így tök jól esik, hogy csináltunk egy, jó, egy nagyobb dolgot. Megcsináltuk az első rendezvényünket, eljöttek 1200-an, ami kurva nagy szám szerintem, és így basszus, ezt megcsináltuk úgy, hogy én egy senki voltam, úgymond 16 évesen érted, most így basszogattak engem otthon, és itt vagyunk, és itt van a csapatom, és ezt megcsináltuk, és milyen kurva és Ez ami engem pozitívá tesz, nem az, hogy nem az, hogy feltétlen leülök videózni, és nyolc szeren keresztül néha ordibálok, hanem az, hogy felépítsünk egy nagyobb dolgokat. Tehát, és tudom, hogy most nagyon sokan úgy fognak engem nézni, hogy mennyire el vagyok száva magamtól, meg stb. Lehet, nem tudom. Amúgy ez annyira amúgy... nem ez esik le amúgy nekem, de igen. Tehát e, tényleg nem nem a hajt, csak a sikerek. Tehát engem az azért tett tényleg, hogy eltervezünk valamit, ott van a csapat, és még csak beszélgettünk róla, hát mozikról is nem tudom, tízárművesen néztem Zsidobnak a filmjeit, de jó. És most itt van három munkatársom, akik egyébként amúgy így haverok is, mert... A vágót ezt most vettük fel, viszont a másik kettős már 13-4 évesen is ismertük egymást. Tehát úgymond barátokkal itt vagyunk, és elérjük ezt, és kurva jó érzés. Hát jó, figyelj, én azt mondom, hogy ne add fel, meg nyomja tényleg, csak azért erre figyelni kell, és ez, ez, a pont, ez biztos, hogy el fog jönni, amit mondtam. Ha nem is most, az később. Ezt ez valahogy úgy kell építened, hogy ha később nem lesz kedved a videózáshoz, akkor vagy tudjanak menni a videók nélküled, és a háttérből csinálod az egészet, vagy olyan termékeket kell eladnod, ami, ami nem csak a gyerekeknek, hanem, hanem, bárkinek jó lehet. Most ezt a Janosi Gergő ezt például nagyon jól csinálta, mert ő megtalálta az üzleti részt, ugye, hogy Igen. nincsen energiaital, amiben nincs koffein, ő meg szereti az energiaital ízét, és megcsinálta a tutti juice-t, és ez tök király, meg minden. Most nem tudom, hogy te milyen italt fogsz csinálni, nem, nem, is kell elmondanod igazából, hát, meg gondolom, annyi, hogy titok. Annyi nem tudok, hogy a, hogy a, ember alatt fogjuk csinálni. ugye, uh, a Nassai meg a Zsozé is ilyet csinált, tehát ők, ők velük fogunk együtt dolgozni. Azt amúgy hogy nem tudjuk, hogy milyen egyedi dolog legyen benne, mert ugye ezen én is csak gondolok. Lesz ember energiaital, vagy gondolom koffein nélkül nyilván. Igen. És lesz pgt dan is ember. Ital. Hát, ilyen, hát ilyen vitaminokkal tele volt valami, nem az lesz, ne vagy ember, csak, csak az ő márkájuk, vagy a brandjuk alatt fog futni. Ja, ők fogják legyártani. Igen, igen. Aha, értem. Meg, hát meg ugye a brand is, tehát ilyen hasonló logója lesz, hasonló izé, tehát úgy meg az ő oldalokon is majd meg lehet találni. Tehát ez egy ilyen közös együttműködés, úgymond. De ezt is csak a gyerekek fogják megvenni, és hogyha te nem vagy benne a videókban, vagy hogyha te már nem akarod ezt csinálni, akkor ez ugyanúgy uh, kevesebb bevételt fog hozni sokkal. Tudom, és egy, egy ideig amúgy nekem erre az volt a taktikám, hogy, hogy, um, haverjaimnak képítek egy YouTube csatornát nekik is, hogy minél többféle témában, meg minél többféle embert úgymond tudjanak nézni az emberek. És nyilván most, ha valakit mondjuk behirdetek, és azt mondom, hogy um, mit tudom, mondjuk az egyik haveromat, és akkor mondjuk elkezd ségózni, lehet nem fogják olyan rohadt sokan nézni, de egy idő után lesznek is saját néző közönségbázisa. És például ezt próbáltam, meg most ott van a kis, hogyha őt megnézed, őt kurva sokan nézik. Tehát, hogy így, ő például úgy indult, hogy a videóimban egy kutya volt. Ilyen, és ilyen. Egy, csak, egy, csak egy szerepet játszod, és most nem tudom, hogyha a csatornára, kibaszott nagyra igen, Azt a bevételt nem neked hozza, nem magának, nem? Egy idő volt, amikor feleztük, viszont most azt beszéltük meg, hogy jön a rendezvényünkre, és ilyenek, és serébe akkor megtartatja az egészet, tehát e, ja, most most meg a csatorna egyébként úgymond az én tulajdonom, tehát ezt úgy kezdtük el, hogy az én csatorna, tehát az én Youtube-om van egy ilyen alcsatorna, uh -huh. de hogy így tehát hogy ez volt úgymond hogy az ilyen egyesünk, hogy akkor én segítek neki felfutni, nagyon régóta videós lenni, stb. És akkor cserébe úgymond akkor ezzel ő így visszaad nekünk. Tehát, ja, ugye ez volt, meg ez van most is így nagyjából. Hát jó, figyelj, nem tudom. Még akarsz ö, valamiről beszélni? Vagy nem, nem tudom, már nem azért, mert nem zavart meg semmi, meg kurvára ráérek igazából. Csak nem. kezdünk hogy a témákból. Magamat meg annyira nem akarom ismételni igazából. De hogyha vannak még ilyen témák itt a cseten, akkor azt amúgy nyugodtan bedobhatja valaki, ha te még ráérsz, mert amúgy érdekes a téma, meg érdekes, hogy ebbe így minket, meg közi szépen. Hát nekem köszönöm, tényleg én megpróbálok minél nyíltabb lenni. Annyi, hogy majd 6-tól kezdjük majd a videózás, szóval arra majd kell mennem. Bár a torkom fáj egy kicsit, de mindegy. Hát az nem lesz jobb a videó után szerintem. Hát ja. <laughs> amúgy, amúgy közis sászok. Most hirtelen mindenki megszeretett, mi a fasz? Tehát... Na, csak viccelnek amúgy, ugyanúgy utálnak, nem aggódj. <laughs> ja, jó. Oké, <Okay>, bocsi. <laughs> most Nanimation an kérdezte, hogy csináltatok egy mozifilmet, és azt legálisan a Mojang-től engedélyt kértetek, vagy az nem túl legálisan megy most. Miért? Ahhoz, hogy Minecraft filmet csináljon valaki, az engedély a mojang Vagy ez hát ezt nem értem. Ezzel próbáltak minket amúgy fenyegetni, Rájöttünk egy mojang az egyik dolgozója, nem én írtam rá, hanem az egyik ilyen partner-cég, És azt írta vissza, hogy erre nem kell semmiféle engedély, csak fel kell tüntetni, hogy ehhez a filmhez nincs köze, úgymond a, a És ugye ezt a weboldalon ugye fel is tüntettük, szóval így ennyi igazából az egész. Ez ugyanaz, mint, a, mint mondjuk a Minecraft kliens. Jó, most olyan dolgokba megyek bele, amit mondjuk te nem tudsz kurvára. De a Minecraft... Igen. Ja, akkor mondjuk Minecraft kliens sem lehet úgy csinálni csak alapból, mert ugye az egy ingyenes verzió az hát, Igen, játék. én ezeket nagyon el is ítéltem mindig is. Tehát én úgy voltam bele, hogy a, a Pankix is egy nagyon-nagyon gonosz embernek tartom. Tehát ő is csak ne, konkrétan lehúzta bört a gyerekekről folyamatosan, rengeteg pénzt is elvett tőlük. Szülők, ugye kifizették a 10-20-30 ezer forintos sárkányérmést, cuccokat, még minden. És annyi pénzben amúgy bőven meg lehetett volna venni a játékot, és akár, hogy az eredeti készítő legyen támogatva. Volt egy időszak, amikor a legnagyobb mesterséges csomag 70 ezer forint volt, és csak rendezvényen tudtad megvenni. Jézusom. sem. Én azt hiszem, hogy volt, nem akarok hülyességet mondani, én úgy tudom, hogy volt ilyen hát azért nem tudtam elképzelni akkoriban 14 éves, hogy ki a faszon fog oda menni 70 k vagy az anyjával, és így odaadja nekik a pénzt, tehát így ez... ez... durva. Nagyon gáz. Klienseket azt így nem elítélem, én tényleg nagyon nem, nem, jó dolog ez, hogy lehet így játszani játékkal, meg, meg hát azért ebbe vannak olyan emberek is, akik mondjuk tesznek egy vírust a kliensbe, és letölti a gyerek, stb. So tehát itt azért ilyen dolgokba is bele lehetne menni. Hát tehát... a példa, ez a torrentezés például, vagy ez az ingyenes letöltés, ez, ez egy nagy fasság amúgy, ez, ezzel egyetértek, de ez egy 13 évesen én is csináltam, tehát... Jó, persze, nekem is van olyan, hogy torrentről kell letöltsek dolgokat, már, már, annyi streaming szolgáltató van, hogy mondjuk van egy sorozat, ami fönn van a, mit tudom én, HBO-n, csak azért ez egy sorozat, én nem akarok előfizetni a HBO-ra, és nem is fogok. De, nem, 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 tudom, értem, hogy a magyar ember az mindent szeretne ingyen, és itt lehet nyugodtan torrentezni, meg legális, amúgy nem az. Igazából lecsukhatnak érte, hogyha mondjuk a céged nem olyan ö, szoftvereket használ, vagy ilyenek. Tehát mondom, uh -huh. akkor ti minden szoftvert is megvettetek amúgy. Persze, hát eredeti windows most csak épp van, nyilván. Meg a vágó szoftvert is meg kell venni, meg fizetni kell, meg mindent. Tehát itt ilyen dolgok vannak, de hogyha magánember Magyarországon, hogyha letölt valamit, és nincsen nála egy informatikai jellegű házkutatás, akkor több mint valószínűleg problémája nem lesz belőle. Tehát ezért a magyar ember az letölt mindent úgy, ahogy akar, onnan, ahonnan akarja, Csak ugye a gyerekek azok még minden szart letöltenek, és nem tudják, hogy honnan kell. Ö, megmondom, ez, ezek a kliensek, ezek tényleg... Ö, még hogyha csak ingyen adod a Minecraftot, akkor még azt mondom, hogy oké, okay, meg mondjuk köpeny, meg skin, meg, meg mindenféle fül, meg a sárkány, izé, szárnyak, akármi, ez tök cool. Csak, ja, onnantól kezdve, hogy mondjuk ezeket pénzért adod, az, az, már szerintem nagyon gáz. Úgyhogy ingyen, ingyenessé teszel egy játékot, ami alapból fizetős, és még pénzt is kérsz érte, na az a durva. Hát például a Minecraft erre azt reagálta, hogy úgy van, hogy nem vehetsz uh, a Minecraft szervereken belül olyan dolgot pénzért, amit mondjuk a többi játékos nem tudja elérni. De viszont ez például megint... Igen, az van benne, azt hiszem. Igen, igen. De hát ez megint fasság, úgymond, mert most azért kirakod annyi, annyi pénzért, amit mondjuk soha nem fog tudni valaki kigrindolni, vagy nem tudom, tehát de ez már az egész játék, játékiparra tény, tehát most ott egy FIFA, én például szeretek fifázni, de azért belépek, mit tudom én, elköltök mondjuk 2000 FIFA pontot, kinyitok három pekket, és most érted, kurvára nincs semmi értelme, tehát, nem tudom, ez, ez összes játék, játékra igaz, hogy mindenki erre megy rá, ugye a játékon belül vásárlásokra. Hát, Ja, az igaz, csak tényleg, hogyha nem a te játékod, az, amit eladsz, az mondjuk kicsit gázos, nem? Tehát FIFA, az, ezt ők csinálják, ott ők azt csinálják, amit akarnak, de itt a Minecraftnál azért különböző szabályok is vannak, meg minden. Én szerintem hagylak amúgy, örültem a beszélgetésnek még, nem tudom, hogyha van valami, amire ki akarunk térni, akkor nyomhatjuk. Itt valaki ezt kérdezi, hogy mi lett black kell, én azt sem tudom, hogy ki az, az a Black 1200, nem? Igen, igen. Na, annyit, tetsz... annyi, tudok, hogy ő is Minecraft azik, és kiabál. Igen. Hát... Ez... Ja, együtt kezdtük, még annó, ő is amúgy legjobb barátom volt. Na ő vele meg például pont ez lett, hogy amióta elkezdett őnek is jobban futni a csatornáján, mert egyszerűen nem beszél velem. Tehát én egy pár hónapja ráértem, hogy nem akar találkozni, mert most fogok elköltözni Debrecenbe, és nem akar egy egyet utoljára így találkozni, mert támják, és egyszerűen nem ír vissza. Most már nincs rá szükség, úgy látszik. Lehet, nem tudom, nem akarok így ítélkezni, nem is akarom így elterjeszteni azt, hogy ő egy köcsög lenne, vagy akármi egyszerűen nem ír vissza, és ez nyilván szarul esik, de ez egyébként nagyon sok régi barátomra igaz, szóval már én megtanultam ezt így elfogadni, és így az embereket, hogyha nem kérnek belőlem, tehát... Hát ez, az ilyen, ez ilyen, ez ilyen, ezt nekem is, nekem is meg kellett járni. Nekem az egy, 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 egyik, egy, egyik elég jó barátom volt a, a Paul Street Attila. Elég. Egyáltalán nem beszél velem. Sőt, nagyon sok régi barátjával nem, nem áll szóba konkrétan. Ilyen éven, szerinted? Hát, nem tudom, hogy a hírnév miatt, de hát ő nem tudom. Lehet, de igazából nincs bajom vele, meg nagyon tehetséges gyerek, meg amúgy okos is, szóval tényleg jól csinálja, mit csinál. Nem ugye egyébként valamelyik uh, kritikus videóstól, hogy uh, az a rév, például belekötött elég erősen, mert vagy már nem ön maga, is, hogy elszállt magától, és hogy már nem is úgy beszél, nem, nem is értelmesen beszél, hanem így ilyen ilyen flóban, meg ilyen, meg ilyen hülyeséget. Tehát, hogy nagyon megváltozott elvileg. Mindig változnak. Tehát most. Itt nem lehet ezt arra ráhúzni, biztos, hogy hírnév miatt van, de be, be, persze, nyilván benne van az, tehát hogyha valaki ennyire fiatalon, ekkora hírnévre tesz szert, attól az embertől nem lehet azt elvárni, hogy ne változzon meg. Azt lehet elvárni, hogy nagyon hamar észrevegye magát, hogy megváltozott, és tegyen az ellen, hogy egy, ne legyen egy szar ember. Azt viszont el lehet várni. Na jó, nem akarok feltelni, mert gondolom, hogy még gondolom, hogy nem ez volt a terved. Ja, teljesen mindegy, nagyon szívesen beszélgetek, hogyha ilyen van, hogy valakinek a videójára reagáltam, minden sokkal jobb, mint kommentekbe érkelni egymásnak. Aha, én is ezért gondoltam erre, hogy szerintem több értelme van, tehát nem szeretem én ezt a komment fájtolást, vagy nem tudom. Figyelj, meg... mindegy. Hosszú távon szerintem ezen gondolkodjam úgy, hogy mit fogsz csinálni a YouTube csatornáddal, meg mm -hmm. ezzel az egész céggel, mert mondom, ezeket a gyerektartalmakat, az ember szerintem nem tudja olyan sokáig húzni, és nyilván felnőttek csinálják az összes vizét is, a Minimaxon, meg akárhol, nem tudom milyen gyerekcsatornák vannak, tök mindegy. Mindig ugye ember, felnőtt emberek animálják, meg találják ki ezeket, csak itt nagyon sok team van, meg színészek, meg ilyenek, itt pedig konkrétan te vagy egyedül, aki, akire ez az egész ráhárult, és nagyon-nagyon nagy nyomás lesz ez neked a későbbiek során, és kívánom Jöttük. azt, hogy sikeresen kilábalj ebből úgy, hogy neked is jó legyen, meg az embereknek is jó legyen, de van egy olyan rossz érzésem, hogy itt valakinek biztosan rossz lesz valamikor. És az lesz az a pont, ami, amit meg kell lépni, a, ami, amin át kell valahogy hidalni. Hm. Na, ezt én gondolkodni fogok még, jó? De tényleg, ez, és szerintem amúgy pont időben vagy, vagy már látod, hogy egy kicsit késtél is az, hogy ezen elkezd gondolkodni, meg hát mondod azért, hogy volt, te és ilyen szarabb időszakokból, meg minden, de, Hosszú távon nem tudom, hogy ez tényleg mennyire jó, mert a pénzügyileg lehet, hogy jó, meg persze kiépíted a dolgokat, meg minden, csak addigra, mire ez az egész annyira ki tud épülni, hogy mondjuk megadja a pénzügyi szabadságot neked addigra, már lehet, hogy teljesen megunod az egészet, és ö, lehet, hogy ezt az egészet már úgy kéne kiépíteni, hogy nem csak te vagy benne, és mások is raknak dolgokat a csatornába, csak mivel az egész csatorna rád épül, és nem egy csapatként vagytok, hanem te vagy PGT Dani, meg oké, okay, PGT Team, nem tudom, hogy ez most mit jelent pontosan, vagy érted? De a lényeg, hogy szerintem muszáj belevinned valami olyat a csatornába, amitől ez fönn tud maradni ennél hosszabb távon is, és hogy te is boldog tudj maradni. Hú, hát igen, ezen sokáig gondolkodtam is, meg hát még fogok is biztosok benne, mert nyilván ez egy olyan dolog, hogy ha az embernek egy lábon van minden, akkor nem úgy, nem úgy fog felkelni, hogy minden kúra boldog, hanem azon van, hogy teper azért, hogy ez még minél tovább fennmaradjon, és gondolkodik rajta, hogy mi lesz utána. Nyilván az ember fél attól, hogyha megtörténik az, hogy mondjuk holnap, amit mondjuk eltödik a Youtube, vagy vagy hirtelen mindenki leiratkozik, vagy akármi. Ez velem is megtörtént, letörölték a csatornámat, mint a szar. De most már másik van, és sokkal több feliratkozó rajta, vagy minden, de ezt ki lehet építeni újra, csak hát... Nem, emléksz, ne, ne, nem te volt az, aki chiggo hekkeket árgolt most így? Az nagyon régen volt, de amúgy most volt, be. 2017-ben volt. Jó kis pészteket. Be is küldtem utána a Valve-nak, aztán rakták ki Cségó hungary hogy ja, én nem csaltam és kibannoltak, én meg tudtam, hogy hát ezek tőlem vette. Na mindegy. De azokat az embereket kibannolták, szóval ez dupla V. Köszi sársz, ja. akkor mindenkinek, hogy ja, meg én hallgattok. is köszi a beszélgetést, meg minden. Aztán, ja, figyelj, hogyha még ilyen valamilyen tanásra van szükséged, vagy tényleg ilyen tanástalan szituációban vagy, hogy hogyan mit tegyél be a videóba, vagy esetleg csak megkérdeznéd, hogy szerintem egy jó ötlete, akkor nyugodtan írjál rám, bro. Jó, oké, okay. köszi, jól hangzik, meg így hogy tényleg segítettem, hogy sokat így akár nem csak kontentélek, hanem az életemben is, amiket mondtam el. Ezeken tényleg sokat gondolgozok, meg jól esik, ami valakivel kibeszélni. Én is akartam menni a missziológushoz, Amúgy, amúgy, benne, hogy... Nem tudom, gáz. Tudom ajánlani, mert évén. barátnőm pánikbeteg, meg szorongásos, neki amúgy nagyon sokat, tud, nagyon sokat segített, meg amúgy az bárkinek, egy egészséges embernek is rengeteget tud segíteni az, hogyha ki tudja beszélni ezeket a stresszes dolgokat, meg minden is. Itt tényleg akkor a nyomás van rád helyezve, hogy szerintem muszáj lenne amúgy. hiszem, hogy akkor vettem észre, hogy ez kell nekem, hogy egyszerűen a barátaimnak meséltem mindig a negatív érzéseimet, és ezáltal amúgy azt is elértem, hogy egy csomó barátom mondjuk már nem annyira beszél velem, mert Nyilván az se egészséges, hogyha egy valakivel egész nap beszélgetsz, és még csak a negatívat hallott tőle. Jaj, hát én jaj. is azt mondom, hogy pozitív emberekkel kell mutat körbevenni, mert akkor különben rá is negatív hatásra lesznek, csak pont erre jó amúgy a sziológus, hogy, hogy egyszerűen rá tudod hárítani ezt az életedbe lévő dolgokat, amiket mondjuk ne a barátaidra feltétlen. Nyilván egy barát segíteni fog neked, de hogyha fél éven keresztül csak arról beszéltek, hogy hú, neked milyen szar, akkor az se fel a terészedről, szóval egyébként amúgy ezt tudom ajánlani mindenkinek most Sper, így. Hát ez kölcsönösnek kell lenni, hogy meg tudjátok beszélni egymással, meg mert nem minden barát tudám hozzáadni olyan dolgokat, mint amit egy pszichológus. Tehát itt most te mondtad, mondtad itt a magánéleti dolgokat is, lehet hogy, lehet, hogy van egy olyan gyermekkori traumád mondjuk, amiről nem is tudsz, és mondjuk ez lappangó, és csak később fogsz rájönni, hogy mondjuk valamilyen nyomás miatt ez így előjön rajtad, és mondjuk Pánikbetegség, vagy depresszió, vagy valami ilyesmi kijön. És ezt egy barátod nem fogja tudni megmondani, hogy mitől van, mert nem ért hozzá. Például, hogy nem tudom, ez mennyire ilyen típusú dolog lehet, de mondjuk döntésképtelenség az nagyon megvan bennem, hogy nem tudom nagyon sokszor, hogy mi a fasz csinálja, Például most el kéne költöznünk, van egy kurva jó lakás, de annyira sok negatívumot tudok amellé mondani. Viszont a barátnőmnek már megértem, hogy elköltözünk, felműlt a munkahelyén és egyszerűen el lesz sietve az egész, és nem tudok egyszerűen például dönt. Tehát a döntésképtelenség az nekem, az nekem egyszerűen borzalmas, ami például bennem van. De igen, nagyon sok részben ez kijöhet, amúgy. A az döntésképtelenség ilyen az azért van benne az életedben, mert nagyon fiatalon el kellett jönnöd otthonról, és a szüleid nem segítettek normális döntéseket hozni minden alkalommal, és nem, nem, nem támogattak téged olyan szinten, hogy te meg tudjad ítélni ezeket a dolgokat, és már nagyon fiatalon kellett elég nagy döntéseket hoznod, és ezért, ezért mindig magadra voltál hagyva, így nyilván nehéz jó döntéseket hozni, hogyha nem is tudod, hogy az a döntés, amit hoztál, az jó-e. Mert a szüleid azok adnának olyan visszajelzéseket, hogy ez most egy jó döntés volt, vagy egy rossz döntés volt. Tehát, ha a szüleid nem voltak ott, akkor nem fogják ezt befolyásolni, és nem tud eldönteni, hogy egy, egy jó döntést hoztál, vagy nem. A gyereknézők azok meg nyilván nem fogják megmondani neked, hogy most ez egy rossz vagy jó döntés volt, mert ők csak néznek téged, és szeretnek téged. Ez, ez, ez egy ez, ez nehéz dolog. Itt nagyon-nagyon sok emberrel kell beszélned, és hogyha tényleg döntésképtelen vagy, akkor minél több embertől kérdeznek, hogy szerintük mi a legjobb, Mit csinálhatsz. Ennyit tudok mondani. Mm. Na jó, köszi, tényleg. Sokat segítettem utána. nagyon örülök a beszélgetésnek. Uh, DC-n beadatlak esetleg Persze. Jó. Na, Beadalak más. én, már úgyse fogok visszaigazolni, hogy te az bennem. Oké, oké, oké. Na, jó van. Akkor majd még biztosan beszélünk. Na, örültem. Na, PGT Dániel. Igen, ott tényleg amúgy a komolyabb csatornának lehetne PGT Dániel neve. Gondolom ez a vezeték ah. neved, nem? Igen, igen. Ja, sejtettem. Jó van. Na, hát akkor nyomás, pozitív csalódás volt amúgy, örültem. Köszönöm. Na, szevasztos. Dani voltam. Szevasztok. Na, sziasztok srácok! Most Na, menjünk videó, videó, videót felvenni. Na. Uh, Cső, szevasztok. Majd, ha kell esetleg valami, valami kopasz, dagat törpe ember valamelyik sorozatban akkor hívhatsz, jövök szerepelni. Oké. Okay. Kösz, Na, ez, ez, egy, ez, egy, jó beszélgetés volt, amúgy azt kell, mondjam. Szerintem nem olyan. Nem, nem, az azt, azt hiszem, sokkal vészesebb a figura, amúgy. Most egy kicsit meg is bántam, hogy olyan csúnya dolgokat írtam neki. Hát azért. Én remélem, hogy segített neki ez a beszélgetés. Nem tartom magam hogy olyan kurva okos embernek, meg pszichológusnak, meg ének, de azért, azért, ja, azért elég sok mindent mondott magáról. Meglepő volt. Korrekt, amúgy korrektnek tűnik. Csak tényleg, akkora nyomás van ráhelyezve, hogy kicsit aggódom érte, hogy ezt meddig tudja csinálni, úgyhogy boldog marad. Mert én nem tudnám sokáig csinálni. Hát értelmes, értelmes figura, csak nem úgy kezdte el a tartalmat gyártani, hogy ez egy ilyen értelmes tartalom, hanem egy ilyen, egy ilyen, szórakoztató tartalom, az meg ugye hát inkább a gyerekeknek szórakoztató, nem pedig a felnőtt embereknek, és, és ja, így nehéz. Na, van benne potenciál, én el tudom képzelni, hogy valami jó üzletet kitalál majd, és akkor visszafekteti azt a pénzt egy üzletbe, és hagyja a csatornát meghalni a gecibe. Még az is egy jó, az is, az is még egy jobb, jobb, azért már megőrülök ettől a zenétel. az is egy ö, jobb kivitelzés, hogyha csak hagyja meghalni a csatornát, amikor már nem boldog, és ö, mindenképpen egy vállalkozást, valami olyan vállalkozást, ami nem csak a gyerekeket célozza meg. Vagy hogyha a gyerekeket célozza meg, akkor egy nagyon-nagyon jó üzleti részt kell megtalálni, hogy ez biztosan kell a gyerekeknek is sokáig venni fogják. Valaki ilyen értelmesen tud beszélni, és ilyen korrekt, biztos van benne potenciál. A manin és Hörbi beszélgetés mikor? Ez soha az a baj. Hörbivel, hogyha fel ennyire értelmes beszélgetést tudnék folytatni, akkor szerintem nem állnék az örömtől. Sírnék a röhögéstől? Én szerintem nem a röhögéstől sírnék. Fent lesz Youtube-on a beszélgetés? Amúgy fent lehet szerintem, de hogyha Dani nem akarja, akkor nem rakom fel. Ez nagyon egyszerű, amúgy meg tudom kérdezni tőle szerintem. Ezt mit, mit gondoltak? Felőlem mehet? Jó, akkor nem írok rád. Kettő PGT Dani van, hallod? Már bejelölt egy impersonátor. Hát ezt nem hiszem el. Azt figyeld. Biztos <laughs> igazoltam, bazd meg. Na most melyik az? de, le van screenelve neki, nem a, a screen -e, a, a profilképe úgy, hogy elfoglalt, és az neki az izéje. Ez beszarás, geci. Jó, hát most amúgy elment a beszélgetéssel az időm, szóval én amúgy csézni akartam meg videókat nézni, de hát előtte akartam videókat nézni, szóval most nem tudom, hogy nem tudom, mit csináljunk, mit csináljunk chat. Akkoriban neked nem volt semmiféle kompetitív aspektus, nem volt semmilyen um, -ja, -ja. olyan uh, szénája, hogy itt, itt, emberek nem komolyan vették volna ezt. Aha, aha. Volt sem pár ember talán. Meg lesz. Nem mondja lehet, ez a szert, mert ez szerintem a lát a világban. Damn, boy, 11 km tévedett a zipse. Hagyjuk már, hát így. És azt meri mondani a gyerek, hogy ő a legjobb? Én vagyok a legjobb? Hát itt vagyok. Nem úgy csak viccelek. Ez Magyarország. Nem. Közelebb volt. Vagy hát lényegében Magyarország, Szlovákia is. Mennél, Menjél. hagylak. Á, á, á! Jó. Szuper volt. Megkarmoltam elbimbómat, bazd meg. Szia manin, ha elfogyottam, a csak szóljál, ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe.